egyébként figyeltek én egy olyan vázat, de mondom, hogy együtt alakítsuk ki, de én amit tudok meg, amire én készültem, az, hogy el tudom mondani röviden az életét, ott tudom kötni hogy született Amerikába, ki kelekedeteknek, milyen következményei vannak, és szándék, helyes szándék. Abszolút, ez az egyik kikacsintás. És az, hogy az emberek motivációi, meg a robotok motiváció, és az a kettő, hogy összeegyeztethető. És erről is, ha neked a törvényeket el fogom mondani, a három törvényt, és majd később meg visszatérünk a nulladikra, mert kicsit variálták, és akkor egy később gondolatban megjelent. És a nulladik az már a pszichohistóriával, tehát az alapítvány sorozattal van kapcsolatban. Ja, hogy az csak akkor jött be? Nem, az akkor egyébként... Hát ez egy ilyen dinamikusan fejlődő, de ezt majd elmondjuk. És akkor én beszélek valamennyi a robotokról, akkor át tudunk térni a pszichohistóriákra, az aha, alapítványos részre. Arról a Csaba tud egy csomót mondani, szóval azzal ő foglalkozott leginkább. Ez a váza, hogy élete akkor röviden, vagy valamennyire, akkor a robot univerzum, a alapítvány univerzum, uh-huh, akkor ez a mi a tudatosság, uh-huh, és akkor a hatása. Szóval nekem így ez van a fejemben. Aha, jó, ez tök jó. És ezt még éjfél előtt befejezzük. Hát, ja. És akkor mondom, ti is szóljatok bele, nekem ez a váza a fejembe, elkezdek beszélni, és akkor ha nektek is van gondolatotok, talán jobb beszélgetésre, és akkor folyatok bele. És akkor ez lehet beszélgetősebb. Nyilván, hogy a Csabinak van egy ilyen váza a fejébe az ő részéről. Az alapítványról. Szóval ugorhatunk ide. Meg ugye azért se baj feltétlen, ha ugrálunk, szóval még lehet, hogy előbb be lehet keverni a dolgot, és akkor mindig ki... szólunk, vagy célzunk a robot univerzumra, mert ott is ott van, hogy szépen lassan, ahogy ő írt, uh-huh, összeért. De ezt majd elmondom én. Jó. Szóval itt valami jó van a fejemben, úgyhogy... Jó, majd mindig referálsz a vázlatokra, meg én is, és akkor beszélgetünk. Jó. Átjáró. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Vég Csabát és Beres Károlyt. És a mai adás a Science Fiction világképe sorozat második adása. Ma este Isaac Asimov íróval fogunk, majdnem elkezdtem a filmek irányába elmenni, Isaac Asimov íróval fogunk foglalkozni, és egyből fel is dobnám a labdát Karcsinak, hogy miért olvasol Asimovot? Miért olvasok Asimovot? Hát ugye én visszafordítom, vagy átalakítom a kérdést úgy, ahogy a előző adásban is tettem, hogy miért érdemes olvasni egy olyan írót, aki már mennyi? 30 éve halott, több mint 30 éve halott, mm-hmm, és miért érdemes ilyen 40-es, 50-es, 60-as években készült régi regényeket olvasni, ami már egy ilyen elavult világképről tanúskodnak. És hogy miért látszólag, így van, és hogy a másik dolog meg, hogy miért érdemes egy buddhista rádióba beszélni erről, igen, ami számomra... A műsor végére ezt valamiféle módon megválaszoljuk. Igen, és számomra azért érdekes, mert van két nagy univerzum, amit ő írt, amiről később részletesen is fogunk beszélni, és ugye az egyik a robot univerzum, ami nagyon híres, és talán ennek a kapcsán szokták legtöbben emlegetni a mindennapokba, és mostanában mindenhol a robotokról, a robotokkal való viszonyról, a robotok veszélyeiről lehet hallani, ugye körül vagyunk a gépekkel véve, és amikor nem indul a kocsink, akkor hajlamosak vagyunk belerugni, és szándékosságot figyelni nála, és akkor itt érünk egy olyan kérdéshez, ami már nagyon is buddhista kérdés is lehet, vagy alapvetés is, hogy a saját elmém és a saját szándékaim, szándékosságomnak a vizsgálata
és azzal valamilyen módon tisztába kerülni. A másik meg a más tudatoknak a kérdése, ami ugye egy olyan tudományterület, ahol nagyon sokan behozzák a buddhista fogalmakat, mert a 2000 úgy is lehet mondani, 2500 éve részben ezzel foglalkozik a buddhizmus, és ezért nagyon nagy tapasztalata és eszközkészlete van ennek a vizsgálatára, és majd a beszélgetés folyamán néhányszor kitérünk, hogy ez az én szemembe hogyan kapcsolható a buddhizmushoz, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a buddhista filozófiához, és hogy lehet úgy gondolkozni, ahogy egyébként az előző adásban is beszéltünk, filmekről, könyvekről, vagy akár ilyen 2500 éve írt, vagy keletkezett szövegekről, mesékről, vagy a Páli Kánon egyes történeteiről, hogy az életünkbe megtaláljuk a aktuális kapcsolódási pontokat. Szóval szerintem ezért érdekes beszélni róla, mert ugyanúgy lehet aktualizálni az ő gondolatait a jelen életünkre és a jelen kérdéseinek a meglátására, mint ahogy ilyen 2000-2500 éves történeteken. Mm-hmm. Csabi, te miért olvasol Asimovot? Gyorsan még ezt hát, a hogy... kérdést neked is feldobom. Azt el tudom mondani, hogy miért kezdtem el olvasni Asimovot. Hát, Gimiben. Hát nem, szóval én körülbelül 9-10 éves koromban olvastam először az Én a robot című könyvet, és hogy Kecskeméten nyaraltam, a Kecskemétnek egy külső részén iszonyatos meleg volt, homok volt, és ez volt az egyetlen egy könyv ott, és a garázs árnyékába behúzódva, akkor gyakorlatilag egy pár nap alatt ott végigolvastam ezt az Én a robot című könyvet, és ez... Az novellás kötet. Egy novellás kötet, és egy iszonyatos ellenmondás volt az akkori környezete, ott a kavargó por meg homok között, illetve ez a technológiai környezet között. És elárulhatjuk, hogy mivel most múlt el nemrég 18, hogy ez azért a 70-es évek vége fele lehetett? Vége felé volt, igen. Úgyhogy ez elég régen volt, és hát hogy nagyon érdekesek voltak a történetek. Ez számomra nem is elsősorban, tehát ezek a robotikának a törvényei, azok inkább úgy jelentek meg a számomra, mint hogy felállított bizonyos axióma jellegű dolgokat, tehát már akkor egy ilyen alaptörvényeket, alaptörvényeknek láttam, és hogy megpróbálja kifutatni, hogy hol lehet, hol vezethet ez ellenmondáshoz. Uh-huh. Tehát, hogy ott én azt próbáltam hát, hogy gondolkoztam azon, hogy ez tényleg a robotikához közel van-e, vagy nem, de... Magyarul 9 évesen a Gödel-féle nem teljesítéshez eljutottál. Nem, úgy éreztem, hogy ennek valójában nem a tényleges alapvető működéshez van közel, hanem inkább egy ilyen, hát mondjuk ilyen erkölcsi jellegű dologhoz, hogy a bizonyos gondolatok azok, milyen hatásuk lehet, milyen hatásuk van egymásra, uh-huh. vagy hogy akadnak egymásba, vagy milyen konfliktusokat eredményezhet. És akkor később utána már kerestem Asimovnak a könyveit, és ugye vannak más jellegű, nem csak robot történetei, és hát főleg az alapítvány sorozat volt az, ezt a általános iskola vége felé, vagy középiskola elején olvastam, és az nagyon nagy hatással volt rám szintén egy másik okból. De akkor visszateszem a kérdést a újságírónak, hogy te miért olvasol? Mert a rádióadás felvétel előtt elárultad, hogy te is elég sok. Igen, bevallottam, én is, olvastam. Hogy olvastam, azt jól volt sokat. Középiskolás éveimbe kaptam rá, úgy emlékszem, és én azt hiszem, hogy én talán az alapítvánnyal kezdtem, és akkor onnan dolgoztam visszafelé időben magamat, meg előre is. Igen, engem rettentően érdekelt, vagy megfogott a science fiction-t, amúgy is úgy szerettem, de hogy Asimovban talán azt találtam különlegesnek, hogy ez furcsa, mert ez inkább negatívumnak hangzik, de nekem érdekes volt, hogy az alapvető benyomásom, hogy mintha teljesen üres lenne az űr Asimovnál. Ami egyébként megfelel a valóságnak végül is így utólag, de akkor nekem ez egy nagyon fájó pont volt, hogy a Star Warshoz, Star Trekhez szokott, étvágyam, az nem talált
nem talált benne igazából ilyen űrcsatákat, meg ilyen bolygóközi kalandokat, hanem ott voltak világok, és azok élesen körülhatárolt eseményeknek adtak helyet, és ezek között az utazás az igazából olyan, mint itt a kocsikázás, az alatt nem történik semmi, nincs is nagyon megemlítve. De ez csak az egyik vetület, a másik meg az ilyen teljesen elrugaszkodott ilyen elképesztő világ. Szóval amit én nagyon szerettem, a két véglet, ami már nem tudom pontosan melyik könyvben jelenik meg, illetve azt hiszem, hogy többször előjön, melyik az a kettő, az Aurora az egyik, a egyik véglet, és a másik bolygó. Tehát a robotok kérdése, majd el fogunk ide jutni, egy kicsit azt hiszem, hogy frissebb a memóriátok ebben a szempontból, de volt két ilyen végletes világ, ahol az egyikbe nagyon elszeparálódtak egymástól az emberek, már nem is volt teljesen világos, hogy emberek-e még, mert mindent robotok végeztek helyettük. És ez a hajnal bolygó robotjai. Ez a hajnal bolygó robotjai. Az Aurora, és akkor volt ennek egy ellenpontja, meg ugye a telepes világok úgy általában, ott meg ahol a robotokat száműzték, és nekem ezek a társadalmi, tehát amikor szociológia keveredik a science fiction, mert nekem ez volt egy nagyon hangsúlyos, volt, nagyon érdekes volt nekem az egész, a feszültség, olyan tartalmasnak éreztem, azt hiszem. Egyébként talán ez a két ilyen ellentétes nézőpont, ahogy lehet vizsgálni a műveit, szerintem, most ahogy készültem egy kicsit erre a rádióadásra, így tisztítult le bennem, aztán ezzel lehet vitatkozni, vagy ellenmondani, hogyha nem gondolom jól. Szóval a robot univerzum az szerintem valahogy arról szól, hogy milyen lehet a tényleg az etika, vagy ami mentén próbáljuk szervezni az életünket, és hogyha valami ennek ellent mond, akkor egy ilyen etikai konfliktussal szembe kerülünk, amit ugye az életünk folyamán is bármikor szembe kerülhetünk. Ezt dolgozza ki, vagy ezzel foglalkozik, és az ebben lévő ellentmondásokat keresi. Szóval magammal, a saját döntéseimmel, szándékaimmal és a mikrokörnyezettel kapcsolatos konfliktusok. A másik meg pont ami az alapítvány, hogy én, mint erről majd Csaba később többet fog beszélni, hogy én, mint egyén, milyen hatással lehetek nagyobb, szóval egyrészt hogy létezek egy társadalmon belül, másrészt milyen hatással lehetek-e valamilyen hatással a társadalmi működésre vagy változásra. Uh-huh. Ezért érdemes megvizsgálni majd azt is, erről szerintem fogunk beszélni, hogy milyen közegbe és hogy írta ezeket. És itt említem meg, hogy ugye itt vannak más művei is, sci-fi művei, egyébként majdnem közel 500 műt, könyvet, ilyen kalendáriumot, meg mindenféle folyóiratot, újságot szerkesztett. Ennek egy kisebb része sci-fi, ez egy nagyon érdekes, mert az a köztudatban inkább, mint sci-fi író van benne, de két vagy három évtizedig ő szinte kizárólag a 50-es évek második felétől, a 80-as évek elejéig szinte kizárólag tudománynépszerűsítő műveket írt. És ezek a világok, hogyha így nézzük, amit te is említettél, a néhány könyvet, van kisebb-nagyobb nehézséggel egy kronológiába be lehet állítani. De ő nem úgy írta ezeket, uh-huh. hanem ide-oda ugrált. Ugye megteremtette először a novellákat kezdett el írni, ott volt néhány robotos története, utána elkezdte 42 körül a alapítványt, azt ilyen fejezetenként újságba publikálta, és utána az 50-es évek elejétől elkezdte a robotuniverzumot csinálni, mert először ilyen szinte teljesen különálló dolog volt, és utána voltak pontok, ahol összeértek. És sokan azt mondják egyébként a rajongói közül, hogy nem a könyveibe szereplő időkronológia szerint érdemes olvasni, hanem a megírás sorrendjében, mert akkor jobban lehet követni a gondolkozását, hogy változott.
És ez nagyon érdekes, hogy a két világ között hogy vannak, hogy teremtődött meg a kapcsolat. Ez sokszor csak egy-egy motívum, vagy egy-egy név, vagy valamire utalt az egyikbe, és ugye a Csaba egészíts ki, a alapítvány és föld környékén, vagy a pereme környékén kezdett el összeérni, meg utána hát volt utána írt a robot, hajnal a bolygó robotjait, az utána készült. Szóval ott ért és össze ez a kettő össze. És hát azt mondjuk el, hogy ez a tudomány népszerűsítés során gyakorlatilag minden témában. Ja, ezt mindjárt, most egy kicsit beszélek az életéről, hogy ezt a kötelezőket is lefussuk, ami szerintem önmagában nagy, na igen, hogy legyen honnan indulni, és nagyon érdekes, vagy szerintem már remekül felvezettük, hogy miért olyan érdekes az ő élete és az ő művei. Ő Petrovicsibe született Oroszországban, amit direkt megnéztem a Google Maps-ben, innen Budapesttől 1400 kilométerre van kocsival. Úgyhogy ez Ukrajnától egy picit följebb van. Fehér-Oroszország határán. Fehér-Oroszország határán van. Ő egy zsidó családban, egy zsidó molnár volt az édesapja, ott született 1920-ban, de három évesen, amikor ő három éves volt, kimentek Amerikába, és Brooklynben nőtt fel. És ott történt az első érdekes dolog, ugyanis az apjának egy ilyen cukrászda-szerű ilyen kisboltja volt. Valahol olvastam, hogy egy olyan helyen nőtt föl, ami minden gyerek álma, egy ilyen cukrászdában, ami tele van cukorkákkal, meg ilyesmikkel. De mivel ez egy ilyen vegyesbolt volt, rengeteg ilyen akkori ponyva, ilyen magazinok voltak, és a kisrác egy nagyon intelligens volt, később be is került a menzai kótársaságba, bár az nem volt mindig jó velük a viszonya, mert többször is mondogatta, hogy sokan abba a társaságba hivalkodnak a IQ-jukkal, és ő neki ez nem mindig tetszett, de hogy elég hamar kitűnt, hogy ő egy átlagasnál erősebb intelligenciával rendelkezik. 5 éves korában megtanult olvasni, és elkezdte ezeket a füzeteket olvasni. És mivel benne volt ezeknek a folyóiratoknak a címében, hogy science, mivel science fiction, így a szülei azt gondolták, hogy nagy baja nem lehet tőle, hát ott van a science benne, hát akkor hadd olvasgassa a gyerek, így ráhagyták, hogy biztosan fog belőle tanulni valamit, és megfogta az a világ őt. És 11 évesen elkezdett maga is írosgatni történeteket, és néhány évvel később, ha jól tudom, ilyen 19 éves kora környékén meg is jelent az első novellája. Szülei nagyon meglepetésére. Ezt a részét nem tudom, hogy mennyire lepődtek meg, de az írásai mellett ő elég, mondhatni, elég erős tudományos karriert is bejárt, ugyanis 1948-ban PhD-zett biokémiából, ha jól emlékszem, kémiából vagy biokémiából, ezt most nem tudom pontosan, és tanított is 2 évig a Bostoni Egyetemen, de akkor már annyira kezdett felfutni az írással keresett jövedelme, meg annyira élvezte, hogy kiharcolta magának, hogy ne kelljen tanítania, bár az állását megtartotta. De szóval, hogy nem kapott érte pénzt nyilván, csak ez egy ilyen címzetes egyetemi professzor volt. Szóval ő azon szifírók sorát gyarapítja, akik nagyon komoly tudományos háttértudással is rendelkeztek. Meg hogy korán és befutott. Tehát, hogy nem az az író volt, akit életében nem ismertek el. Igen, ez valóban így volt. Ez körülbelül annak is köszönhető, vagy többek között annak is köszönhető, hogy amikor ő elkezdett írni a robotokról, akkor az akkori általános ezekbe a ponyvákba olvasható történetekhez képest majdnem teljesen máshogy nyúlt a problémához. Az akkori novelláknak a nagy része, ilyen 90%-a, egy-két kivételtől eltekintve, amit egyébként nagyon hatottak rá, be is vallotta, a robotok, azok egy ilyen gonosz Frankenstein-szerű kreálmányok voltak, akik szinte mindig kivétel nélkül az alkotójuk ellen fordulnak, és föllázadnak, és egy ilyen gonosz, veszélyes
teremtményekként ábrázolták őket. Egyébként maga a robot szó, ez nagyon érdekes, nem túl messze tőlünk, Karel Čapektől származik, ő a 30-as évek közepén írt valami könyvet, és mint a robot, ugye a szláv nyelvekben ez a munka, inkább ilyen erőltetett, nehéz munkára használják ezt a szót, ugye ez robotolni, ez át is került a szavainkba, vagy ugye a szomorú emlékezetű Málenki robot, ami itt Magyarországon sok családnak van ezzel tapasztalata, és ez onnan jött, igazából ez a dolgozó reprezentálta, a Čapek úgy csinálta, aki egy ilyen segítő, csak munkára használandó lényt jelentett, és az Asimov meg egy olyan oldalról kezdte el ezt vizsgálni, hogy mi van, hogyha nem úgy tekintünk rájuk, mint ilyen gonoszok, hanem a jó oldalát is megkeresni, és ahogy az élete végéig ő nagyon hitt a tudománynak, tudományban és a tudomány miként segíti elő a fejlődést, ő azt látta, hogy mi van, hogyha ezt jól kezeljük, és ebből a kiinduló pontból kezdte el vizsgálni azt, hogy mi van akkor, hogyha valamik visszájára fordulnak, de ugye ezt hangsúlyoznám, nem kimondva, ugye ez az ember életébe is megjelenik, hogy hát jó szándékom volt, nekem jó szándékkal akartam valamit tenni, vagy csinálni, de hát nem úgy sikerült, és ugye, hogyha a robotok megszemélyesítjük, vagy elkezdünk velek foglalkozni, akkor nagyon plasztikusan kijönnek ezek, hogy a akaratunk, ugye a buddhista helyes szándékból adódóan, mi az a helyes szándék, amin alapulva tényleg nem okozunk kárt másoknak, meg magunknak sem, és akkor már ott vagyunk a három törvénynél. Szóval így röviden visszatérve, még befejezve az életrajzi részt, szóval elkezdett írni, és egyre népszerűbbé vált és az írásai, és 57-től kezdve egyébként, mivel nagyon magas intelligenciával rendelkezett, valaki írta is róla, hogy nagyon-nagyon gyorsan átlátta az összefüggéseket, és elkezdett tudomány népszerűsítő műveket írni. És van ez a könyvtárraknál használt egységes tizedes osztályozás, amivel a 10 fő kategóriába és rengeteg alkategóriába besorolják a műveket. Tehát mostanában a számítógépek korában ez már kevésbé használatos, de hogyha valaki 10-20 éve, vagy még most is bemegy egy nagyobb könyvtárba, a Széchenyi könyvtárba, akkor talál ilyen kis katalógus cédulákat, ami hát mint egy ilyen ósdi Google, ott szépen lehet keresgetni, hogy egy témába keresünk. És az, hogy mennyi sok területtel foglalkozik, bemutatja, hogy a 80-as évekig a népszerűsítő könyvek igazából a 10 kategóriából, a 10 fő kategóriából, a filozófia kivételével 9 kategóriába jelentek meg művei. Foglalkozott Shakespeare-rel, akkor bár zsidó családból származik, és ő ateistának gondolta magát, írta egy 2 kötetes először az Ószövetségről, más utána az Új Szövetségről, egy olyan elemző térképekkel, akkori történelmi háttérrel, hatással, olyan módon elemezte ezeket a történeteket, hogy minél jobban megpróbált a kontextusba helyezni, hogy meg lehessen érteni, hogy akkor az mit jelentetett és mit jelentett. Bár saját döntése alapján ő nem követte, a szülei meg nem erőltették a zsidó vallást, és mondom, ateistának is vallotta magát. Helyesebben azt mondta, hogy az nem jó szó rá. Úgy mondta így többször is, amikor ezt kérdezték, hogy ő más hitét tiszteli, az ilyen babonaságok ellent ment, ugye ez a tudomány szeretete miatt is volt, de azt mondta, hogy mivel nem tudjuk megcáfolni, és nincsen olyan érv, amivel megcáfolhatjuk Isten létét, bár ő alapvetően arra tendál, ezért mondta, hogy jobb hiány ateista, de nem tesz
az ellen lép, és nem fecsérli rá az időt, hogy megtalálja ezeket az érveket, és ez nagyon jó passzol a buddhai gondolathoz, hogy a transzcendenssel nem foglalkozik, mert ugye itt van dolgunk, igen, és itt tudunk cselekedni, és olyanok után nem kajtatunk, amire igazából nincsen válasz se pro, se kontra, és rengeteg, mondom, több száz ilyen népszerűsítő könyvet írt, például, de olyan vicces dolgokról is írt, hogy a kecskeszakáról írt eszét. Mert... Mivel neki is az volt. Igen, egyébként való. Vagy pontosabban ezt a pofaszakálszerű. Igen, de például írt egy eszét, és rengeteg példával illusztrálta a humorról, és rengeteg ilyen istenes viccet is mesélt, és azt mondta, hogy például a humor egy nagyon jó eszköz arra, hogy számos ilyen hosszú filozófiai következtetést át lehet húzni egy rövid poénnal, sokkal hatásosabb. Ugye a egyik kritika, ami egyébként az ő művei ellen szól, mármint a szifiei ellen, amit te is említettél egy aspektusból, szóval ilyen irodalomtudósok mondják, hogy az ő művei, a szifi művei eléggé ilyen színtelenek, az ilyen leíró színes jelenetek vagy részek szinte teljesen hiányoznak. Ugye legtöbbször az van, hogy egyrészt a párbeszédekre épít, és azok nagyon erősek, másrészt még a karakterek is, a személyek se nagyon vannak megírva, csak a hatásaik. Ugye ez az alapítvány sorozat. Szóval fog egy problémát, amire kivezeti az egész történetet, amire vizsgál, és elég célirányosan azzal foglalkozik, és ilyen szempontból tényleg nem foglalkozik, hogy színes, szagos űrbázisokat építsen a képzeletünkbe. Ellenben pont a társadalmi, meg az emberi problémákat, a etikai dolgokat nagyon jól megfogja. Uh-huh. Egyébként két felesége volt, született két gyereke, és a szívével voltak problémák, és azt hiszem a 80-as 70-es évek végétől három bypass műtétje is volt, és az ilyen műtétekkel kapcsolatos szövődményekbe halt bele, most lesnem kell, azt hiszem 92 áprilisában New Yorkban halt meg. Úgyhogy ennyi röviden az életéről. Még hadd kérdezzek bele gyorsan, igen? Bár lehet, hogy ebben nem nincs, hogy erről nem sok mindent lehet mondani, de felmerül bennem, hogy az életében hát a 20. század véresebb felét átélte és alkotott, és ugye ez a műveiben valamilyen párhuzam képen megnyilvánul, vagy van ennek valami? Lehet párhuzamot vonni a műveinek a gondolatisága és a történelmi események között? Hát onnan indítanám, és majd Csaba mindjárt átveszi a szót, hogy ő egy elüldözött zsidó, később, nem is olyan később, elüldözött zsidó családba születik. Úgyhogy ő oroszul meg sem tanult, a szülei jiddisül beszéltek vele, illetve angolul, ezt mind a két nyelvet az élete végéig perfekt beszélte, használta. Szóval nyilván az, hogy egy másik országban nő föl, azt hiszem ilyen 9 évesen kapott állampolgárságot, ez mindenképpen nyomot hagy rajta. És ez a másik ilyen szemlélet, amikor olvasunk valamit, ha egy picit jobban meg akarjuk érteni, akkor egy picit a hátterére is érdemes figyelni, hogy mikor született. És majd Csaba mindjárt átveszi, hogy ez például az alapítvány sorozatnál mennyire megfigyelhető az ilyen társadalmi hatása. Annyit lehet tudni, hogy ő szolgált nagyon rövid ideig a hadseregbe,
Ugye a háború után, amikor elindult a hidegháború és a fegyverkezési verseny, ő mondjuk elég hamar kiderült, vagy jelezte, hogy ő nem való katonának, de részben azért is fordult a tudomány népszerűsítés felé, hogy amikor 57-ben föllőtték az első Sputnikot a amerikaiak, akkor nagyon Sputnik benne volt az oroszok, akkor egész Amerikában volt egy ilyen közhangulat, hogy hát nekünk ezt be kell hozni, mert ez nagyon veszélyes, hogy ők előrébb kerültek, és mivel ő végig nagyon racionalistának gondolta magát, másrészt meg humanistának gondolta magát, és ebbe a fejlődésbe vetett hite, azt mondta, hogy minél inkább ezt a folyamatot, hogy az emberek minél több része megértse, és lássa és értse, hogy mi folyik körülöttünk, ezt próbálta elősegíteni, és tényleg nagyon érzékeny volt ilyen politikai és ilyen szociális kérdések iránt. Ez például két dologba figyelhető meg, vagy jelezhető. Az egyik az, hogy demokrata párti volt, és köztudott, hogy támogatta a demokratákat. Másrészt meg még magának a szónak a elterjedése és megjelenése előtt elkezdte használni, és mondta azt, hogy ő feminista, mármint amit később feminizmusnak hívtak, és azért nevezte magát annak, mert az emberiség egyik problémájának már akkor is azt látta, ami ugye be is igazolódott, hogy túlnépesedünk, és azt gondolta, hogy anélkül, hogy a nők nem kapnak megfelelő jogokat, anélkül a népességszabályozás lehetetlen, és azáltal, hogy őket nem egyenrangú, de most nem tudok egy jobb szót rá, szóval, hogy fölemelni és megadni neki azokat a jogokat, ezen keresztül válik lehetővé például ugye ilyen tudományos módszerekkel is meghatározni, hogy mennyi életterünk lehet, ami mondjuk egy kicsit szerencsétlen szó, de szóval, hogy értitek, hogy az emberek a környezettel, a természettel, hogy kerülnek kapcsolatba. Nem, és akkor most átadom Nem csak ez, hanem a feminizmus az azért is érdekes, mert hogy a robotokat, tehát egyrészt egy ilyen, úgymond ilyen erkölcsi axiómáknak a kipróbálására is használt ezeket a robottörténeteket. Később azonban egyre inkább került a hangsúly arra, hogy partnerek. Tehát például az Aurora robotjai, tehát a hajnal bolygó robotja és a többi. Tehát ott ez az ott lévő főszereplő, az Ardanil Olivav, az egyre inkább egy partner, egy társ, tehát ugye egy nyomozóként is a társa az ember nyomozónak, és az, hogy egy úgymond egy másik lény, az, vagy egy másiknak tartott lény, az milyen módon lehet partneri viszonyban az emberrel, tehát szerintem ez is egy nagyon lényeges kérdés volt, tehát a feminizmus az szerintem ugyanide is elvezethető, hiszen az előjáték az alapítványhoz van, ott a amit viszonylag későn amit nagyon az élete végén írt, és sőt, az már a halála után jelent meg nyomtatott formában. A főszereplő Harry Seldonnak a feleségéről kiderül, hogy ő valójában egy robot. Tehát épp ezért ez a partneri viszony, ez egy nagyon messzire vezet, tehát ez a robotuniverzum ezt a kérdést is nagyon erősen feszegeti. Ez egyébként már azért került bele, mint téma a könyvébe, és talán azért vitte erre, mert egyrészt a dísztelen stílusáért is sokan kritizálták. Mondjuk pont azért volt erős hatása, hogy tényleg ilyen lecsupaszított írói eszközei voltak, de nagyon sokan mondták neki az élete folyamán, hogy miért nem ír egyrészt nőkről, nagyon-nagyon kevés női szereplő van a könyveiben, vagy ahol lényeges, hogy nő nem ő az adott szereplő, másrészt meg miért nem ír földön kívüliekről. Egyébként erről a másodikról az a sztori, hogy még amikor próbálgatta a szárnyait, írt egy földön kívülekről egy történetet, és elvitte a
John Campbellhöz, aki az egyik ilyen leghíresebb sci-fi folyóirat szerkesztője volt, és később ilyen baráti viszonyba is kerültek. Például a robotika három törvényét azt így közösen találták ki, vagy így arról szól, hogy ezt ketten öntötték végső formába. De szóval megnézte a Campbell ezt a Földön kívülekről szóló novellát, és azt mondta, hogy ez nagyon... Az emberek, valahogy úgy sikerült a novella, hogy az emberek nagyon primitívnek tűntek a Földön kívülekhez képest. Ez nyilván nem volt szándékában az Asimovnak, de ez jött ki belőle, és ez úgy elvette a kedvét, hogy gyakorlatilag a teljes életművéből kihagyta ezt a vonalat, és nagyon sokat mondták neki, hogy hát a szexualitással, meg egyáltalán a női nemmel is nagyon keveset foglalkozik, és később valószínűleg kicsit tudatosan ezért is kezdte el beledolgozni a regényeibe. Tehát az, hogy a történelmi helyzet az milyen módon jelenik meg az ő könyveibe, vagy az ő történeteibe. Tehát az, hogy ahogy mondtam, hogy az alapítvány az ilyen középiskolás koromban olvastam először, és ez rendkívül izgalmas volt, ez a pszichohistória elv. Tehát egyrészt az, hogy az embereknek a nagy tömegeinek a különböző mozgásait azt meg lehet-e határozni egyrészt, hiszen talán mondjuk el röviden, hogy miről szól a könyv, tényleg nagyon röviden, és hogy miről szól ez a pszichohistória. Ugye az eredeti trilógia az arról szól, hogy van egy végnapjaitban járó birodalom, és megjelenik egy figura. Egy több mint 12 ezer éves, vagy nagy egy birodalom. Több mint 10 ezer éves birodalom, igen. És megjelenik egy figura, a főszereplő, Harry Seldon, aki egy olyan tudományt alapított, amivel a nagy tömegeknek a viselkedése évszázadokra előre megjósolható, és a Harry Seldon, mivel egy ilyen jótét lélek, aki a fejlődést akarja elősegíteni, látja, hogy a birodalom az hamarosan össze fog omlani, és az utána levő káosz, az összeomlás utáni káosz, az kb. 30 ezer évig tart. És olyan lépéseket tett, és létre most a könyv elejétől, vagy a felvetésétől indulva, azt lehet tudni, hogy ő létrehozott egy alapítványt, aminek az a célja, az az egyik célja, hogy a tudomány meg különböző eszközök által ezer évre. Tehát az, hogy ez az összeomlását, tehát ez a bukása a birodalomnak, ez 500 év múlva bekövetkezett volna, és ez 30 ezer évig tartott volna. Viszont az, hogy bizonyos eszközökkel el lehet érni, hogy ez az átmeneti időszak ez 1000 évre korlátozódjon, tehát egy jóval befoghatóbb időtartamra, és utána egy második birodalom alakuljon ki. Tehát erről... Ami sokkal jobb lesz, humánusabb, az emberek fejlődését jobban szolgálja. Tehát ez az alaptörténet. Ez az alaptörténet, és ez a tudomány, amit alapított a pszichohistória. Ezt a pszichohistóriával tudta meghatározni. Tehát ez azért érdekes egyébként, mert korábban Asimovnak volt egy olyan magyarra olyan címmel fordított története, hogy mi lett volna, ha, ami egy kínai embernek a neve, hogy mi lett volna, ha, és hogy egy házaspár az utazik a vonaton, és találkozik ezzel a furcsa idős bácsival, és elkezdenek arról beszélgetni, hogy hát még hogy találkoztak, hogy ismerkedtek össze, és így tovább. Mi lett volna, hogyha nem úgy ismerkednek össze? És ez ott gyakorlatilag a vonaton átélik ezt a másik történést, aminek a vége az, hogy ugyanúgy, csak sok-sok évvel később ugyanúgy összeismerkedtek volna, és ugyanígy házasak. Tehát az, hogy gyakorlatilag mind a két történet az konvergál, tehát ugyanaz az eredményhez vezetett el, és ehhez képest az alapítvány az pontosan egy ellentétes dolgot próbál megfogni, vagy meghatározni, hogy amikor tudjuk azt, hogy egy pusztulás felé rohan egy adott környezet, akkor lehet-e valamilyen módon úgy beleavatkozni, hogy egy pozitív végkifejletet érjünk el, és ez azért is érdekes, mert Asimov az valójában a Földnek a jövője miatt aggódott. Tehát globálisan gondolkodott azon, hogy egyáltalán milyen eszköz, vagy milyen módon menthető meg egyáltalán a jövő.
És tegyük hozzá, hogy ez a második világháború alatt, ugye 20-ba született, a második világháború kezdete kor, meg amikor elkezdett durulni az egész, 19-20 éves volt, akkor kezdett el publikálni, de hogy a második világháború elején és utána középén vagyunk, nyilván a gondolkodó embereket foglalkoztatta az, hogy merre mehet világ, és merre lehet a világ. Igen. És hogy a történet az mit mond, hogy milyen módon lehet megmenteni úgymond a jövőt, vagy a birodalom összeomlása környezetében. Hát először is a birodalomnak, tehát ez gyakorlatilag a galaktik, a mi tejút rendszerünket, tehát a galaktikát foglalja magába ez a birodalom, és annak egy ilyen távoli részében alapítanak egy alapítványt. És az alapítványnak az első feladata az az, hogy egy galaktikus enciklopédiát állítsanak össze, tehát ott tudósok ott évtizedeken keresztül az emberi tudást dolgoznak azon, hogy az emberi tudást összegezzék valamilyen módon. Azonban... Egy pici kikacsintással, csak hogy közben vágjak, meg színesebbé tegyem a rádióadást, többek szerint a Galaxis Jüti Kalauzban, a Douglas Adamsnek a könyvébe, ugye az egy paródia, az egy sci-fi paródia, pont a enciklopédiával ezt figurázza ki. Szóval erre reflektált, erre a alapítványos vonalra. Szóval ez onnan származik. De egy pár évtized után, tehát Seldonnak a holografikus üzenete az megjelenik, és mondja, hogy ez az egész enciklopédia összeállítás, ez valójában csak egy humbug, és csak időhúzás, nem csak, de elsősorban időhúzás meg figyelemelterelés volt a célja, meg figyelemelterelés, ugyanis, hogy ide már kiköltöztek erre a bolygóra, amit Terminusnak neveztek el, innen már nincs visszaút ebből a pontból, és innentől kezdve gyakorlatilag úgy elindulnak az események, hogy ez az alapítvány ez egyre erősebbé és erősebbé válik, amíg a birodalomnak is már egy ilyen komoly ellenfelévé fog majd válni. És egyébként most így közben elővettem az első alapítvány könyvet. És ciklikusan, mint ahogy a történelemben is megfigyelhető, különböző válságok keletkeznek, és ugye ő azt próbálta előre meglátni, meg valamilyen módon befolyásolni, vagy elősegíteni, hogy ezek a válságok, amit a könyvben Sheldon válságnak neveztek, de hát hogyha körülnézünk az utóbbi néhány évtizedben, egyrészt pénzügyi válságok, másrészt menekült válság, szóval valahogy mindig jönnek újabb és újabb válságok a mi életünkbe is, és hogy ezekre hogy lehet előre fölkészülni talán, és hogy lehet befolyásolni őket, ilyen módon is lehet ezeket olvasni. Tehát az első trilógiában gyakran idéz a Enciklopédia Galaktikából, minden egyes ilyen rész elején egy ilyen rövid kis idézetszerű van, és egy ilyen lábjegyzetben itt ezt olvasthatjuk. Az összes itt szereplő idézet az Enciklopédia Galaktika 116. kiadásából vettük. Megjelent az Enciklopédia Galaktika kiadó gondozásában Terminus AK, vagyis alapítási kor 1020. A kiadó hozzájárulásával. Tehát valójában az történt, hogy az 1000 év letelt, tehát ez már egy kicsit utal is arra, hogy ez egy sikeres történet. Tehát ez a legelső oldalon, ezt csak nem szokták elolvasni ezt a lábjegyzetet, hogy nem csak, hogy az 1000 év letelt, egy kicsit tovább is mentünk egy 20 évvel az alapítási korhoz képest, és hát az Enciklopédia Galaktika 116-szor már megjelent. Valószínűleg, hogyha hiába mondta Seldon egy humbugnak ezt a szándékot, azért volt valami, akár ilyen retrospektív, vagy akármilyen szándék azzal kapcsolatban, hogy ezt így kiadták, de itt már azonnal közli, hogy ez egy sikeres történet, amit mi itt olvasni fogunk. Egyébként, hogy a humor nem áll tőre távol, bár a regényeibe ez, vagy a sci-fi életművébe ez annyira nem jön ki, ez onnan is megfigyelhető, hogy 1948-ban, amikor már beadta, és a doktoria védése előtt állt, 2 vagy 3 hónappal megjelentetett egy cikket, egy teljesen kamu valami trigliceridek, nem tudom milyen hatásai címmel, ami a tudományos esszét figurázta ki. És tévedésből, mivel ő nem szerette volna, hogy ez megzavarja a
doktoria értékelőit, ezt álnéven akarta kiadni, de valahogy a szerkesztő olyan viccesnek találta, hogy a doktor A utána odaírt a zárójelbe, hogy a Asimov, és amikor bement megvédeni a doktoriát, akkor elmondta a saját részét, és az egyik bíráló odavetette, hogy de kedves Asimov úr, akkor mondanál néhány szót a trigliceridek, mit tudom én miéről, és akkor hát ő megijedt, hogy ez most károsan fogja befolyásolni az egyetemen viccnek szánt eszéjét, de szerencsére bírták a humorát, mert amikor 5 perc már visszahívták, akkor úgy köszöntették, hogy doktor Asimov, de hogy ahogy később is a humorról több ilyen könyvet meg eszét írt, már egész korán megjelent ez a, ez a szemlélet, hogy egy kicsit ilyen ironikusan vagy kikacsintva is lehet ezeket értelmezni. Tehát, hogy visszatérve a történethez, tehát ez a fejlődő alapítvány, ez egy idő után már a birodalomnak egy eléggé méltó ellenfele, amikor megjelenik egy Összvér nevű figura, tehát ez egy nagyon különös ilyen reprodukcióra képtelen, egy nagyon furcsán kinéző valaki, akinek viszont van egy különleges képessége, az, hogy hatni tud a környezetére, tehát a környezetének az érzelmeit módosítani tudja, tehát akár egyetlen egy pillanat alatt egy mondjuk egy tábornokot a saját oldalára képes állítani. Szuggesszív, nevezhetjük így. Rendkívül nagy szuggesztivitása van, és hogy hát utána a kérdés az, hogy ezt milyen módon lehet megállítani ezt az összvért, és a Seldon, tehát a Asimov az már az elején utalt egy második alapítványra, és ez a második alapítvány kap a későbbiekben nagyobb szerepet. Az első alapítvány az főleg a technikai fejlődésével, illetve a politikai módszereivel tudja a hatalmát érvényesíteni, és a második alapítvány az pedig pontosan ezekkel a pszichikusnak nevezhető módszerekkel, tehát a környezetre való, környezetben lévő emberekre való ráhatással tud operálni, épp ezért ők egy pillanat alatt meg tudják állítani ezt az összvért a későbbiekben. Tehát körülbelül ez az első trilógiának a története. Hát azért és kb. Egy kötetnyi erről szól, hogy állítják meg. Hát hogy állítják meg, igen. Ez az egyik legnagyobb válság, amit ugye nem láthatnak előre. Szóval tervezünk, mi történik akkor, hogyha egy előre nem látható? Igen, a nagy tömeget ezt meg tudod le tudod modellezni, de az egyénnel nem tudsz számolni. Meg hát itt az összvér, ez egy mutáns, tehát ez egy nem számolt tényező, tehát nem a tömeg, tehát nem a tömegméretű. Nem is a racionalitás alapján működik. Tehát az, hogy az a kérdés, hogy ez hogy kapcsolódik az akkori történethez. Tehát ez érdekes, hogy Asimov ezt eredetileg 42-ben kezdte el írni, tehát 42 tavaszán kezdte el ezeket a történeteket írni, illetve ott ebben az újság, Campbellnek az újságjába publikálni. És az eredeti ötlet az volt, hogy akkoriban kezébe került a Római Birodalom Hanyatlása és Bukása című kötet, és hogy annak a mintájára egy ilyen tudományos, fantasztikus... Ez egy történészkörökben elég híres és nevezetes... És hogy ennek a mintájára egy birodalom... ma kezdtek el, vagy egy birodalomban kezdtek el gondolkodni, vagy egy birodalom történetén, és az, hogy ez a bukás, ez milyen fajta módon előzhető meg. De, ugye, hogy mi Karcsival sokszor szoktuk használni ezt a módszert, egy nagyon jó használható módszer a műalkotásoknak a megértéséhez, hogy miről is szólhat valójában, hogyha azt úgy tekintjük, mintha az például valakinek az álma lenne. Tehát, mintha valós történéseknek ez az átfogalmazása lenne. És főleg a két világháború között elkezdődött a gyarmatbirodalomnak a fölbomlása, főleg a brit gyarmatbirodalomnak, de az első világháború után ugye a veszteseknek, tehát főleg a Törökországnak, Németország, stb. Ezeket átkerültek a Népszövetséghez, és a Népszövetség átvezette őket egy önálló államiságba, de már akkor elkezdődött a brit gyarmatbirodalomnak a szétesése, tehát pontosan a hanyatlása és a bukása, ahogy ez a Római Birodalommal kapcsolatban történt. Ugyanis, ahogy említetted is, Asimovnál itt valójában ezek a helyek, ezek nem igazán bolygók, vagy nem igazán rendszerek, hanem olyan, mintha ez a galaktika, ez valójában a Földnek
felelne meg, minden elérhető ezen a tartományon belül. Az egyes bolygókon a városok nem is nagyon vannak megkülönböztetve, hanem bolygók vannak, illetve, sőt, még többnyire naprendszerek vagy rendszerek vannak csak, azok felelnek meg ténylegesen a földvárosainak. Uh-huh. És hogyha ilyen módon értelmezzük ezt az eseményeket, akkor mi ez az alapítvány? Hogyha gondoljuk, az USA, az USA-ban az gyakorlatilag az alapítókat, tehát alapító atyáknak, Foundation Fathersnek nevezik egyrészt, illetve ők a francia felvilágosodásnak az örökségét, szellemi örökségét próbálták ott megvalósítani az USA-ban, és ő nekik az egyik fő kezdeti céljuk az enciklopédiának az elkészítése volt. Tehát, hogyha így vesszük, akkor egy rendkívül érdekes viszonyt kapunk, hogy a Földön kezdődik a gyarmatbirodalomnak a fölbomlása. Ha ez mindenféle tervezetlen módon történik, akkor itt káosz lesz. Akkor itt többet, tehát hihetetlen. A 30 ezer év az valójában a megfoghatatlanul sok idő, tehát végtelen hosszú időnek a emberi léptékkel nem belátható. De ugyanígy ez az 1000 év, az, hogy emberi léptéken ugyan túl van, de mégis egy megfogható módon egy valami rendszer tud ebbe az egészbe vinni. Hát és hol látom lehetett... most ilyen káoszt? Igen. Hol van ilyen káosz esetleg? Ekkor? Most. Afrika. Aha. Közel-Kelet. Nem volt Seldon terv. Uh-huh. Vagy kevés volt az a Seldon terv. Uh-huh. Tehát ez nagyon érdekes, hogy egy kicsit úgy, tehát én szerintem ez az egész, tehát ez csak az egyik vetülete az egész történetnek, mert a pszichohistória rész, ez egy egészen más... módon is értette, vagy más szinten is értelmezhető, hogy azt mondom, mintha az elején ezt így gondolta volna, hogy a maga az USA, mint egy alapítvány. Igen, ami átvezeti a gyarmatbirodalomból a világot egy és milyen módon? Rendszerbe, és ez végül is... Egy ideig működött, és működik, ez a rendőre, demokrácia... Tehát az, hogy és milyen módon, hogy legelső, hát először is az enciklopédistáknak a tudását próbáljuk továbbvinni, ez lehet látni ugye a derékszögben elhelyezett utcahálózat, stb., tehát ez a végletekig racionalizált oldalon. Utána viszont Seldon mondja, hogy nem erről van szó, és az alapítványnál lehet látni, hogy két fő fegyvere van, a technológia, tehát nagyon magas technológia, másrészt pedig hát egy ilyen politikai, tehát a belső politikai csatározás, az gyakorlatilag nemzetközi szintre vive, hogy azt milyen mód, annak a segítségével tudják irányítani az ellenfeleket, és meg tudják a gyenge pontokat határozni, és ezáltal tudják befolyásolni. Ugye ez van az alapítvány. Tehát az első alapítvány történetek, ezek 42 elején jelentek meg így az újságba, és később lettek összefoglalva. Egyébként novelláknak indította, és akkor egy-egy fejezetet, mint egy-egy novellát írt, megjelent 8 novella, és igazából ő be is fejezte ezt, meg nem óhajtotta tovább írni, sőt már egy-két novella után azt gondolta, hogy neki ez a téma, ez így elég volt, de a Campbell bátorította őt, hogy írja tovább, és amikor 50 körül kezdte el mondani, vagy mondták neki, hogy rendezzék össze, és akkor az első 4 ilyen rész lett összefoglalva az alapítványkötetbe, írt egy kis bevezetőt hozzá, ami pont a pszichohistóriát, ezeket az alapokat írta le nagyon vázlatosan, így felfestette, és ebből lett az első kötet, a 2 novellából lett a alapítvány és birodalom, és még 2-ből a második alapítvány 53-ba, és ezzel ő le is zárta magába, bár utalgatott a többi könyvében rá, de 82-ben, ha jól emlékszem, jelent meg a következő, szóval 3 évtized után vette elő ezt a témát. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy akkor ezt 42-ben kezdte el írni, gyakorlatilag 44 vége felé összerakta az első 4 ilyen történetsorozatot, amiből az alapítvány lett. Az alapítvány és birodalom az 2 történetből áll valójában, tehát 2 nagy történetből. Az egyik az alapítvány és a birodalomnak az összeütközése, a második pedig az összvérnek a
a megjelenése. Akkor ki lehetett 45 környékén, vagy 40-es évek környékén az az összvér, aki egy mutáns jellegű valaki, kívülről egy boholcnak látszik, viszont hipnotikus hatással van a környezetére. A hát igen, ez, nekem ez az első gondolatom, hogy főleg a Asimovnak a zsidó származását. Ezt nem lehet elfelejteni, pláne megerősíti. Igen, ez egy abszolút ilyen kézenfekvő dolog, hogy ez a Hitler felborítja a színrelépésével az egész rendszer. Az egész tervet, mert hogy... És hát amit egy kicsit ironikusan nézhetünk, akár csak az utóbbi néhány év történéseit figyelembe véve, hogy azért a világunkban nagyhatású diktátorok, olyan emberek, akik a saját céljaik érdekében tömegeket szinte hipnotizálnak, hát azért vannak körülöttünk közel stából olyan emberek, akik nem a racionalitás talaján óriási hatással rendelkeznek. Tehát ez, nem ez, is vesztette az aktualitását. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy az alapítvány az alapvetően egy technikai fejlődéssel próbált operálni, illetve ezzel a politikai nagyon finom meggyőzéssel, de amikor szembe kerül egy ilyen jellegű erővel szembe, aki embereknek a tömegeit tudja a saját szándék alapján befolyásolni, akkor ezzel szembe gyakorlatilag tehetetlenné válik. Épp ezért a későbbiekben... Mint ahogy Hitler ellen is egyébként nem számítottak, még amikor megnyerte a választást is, ugye a német demokraták azt mondták, hogy hát demokratikus úton került hatalomra, és hát ezeken a szabályokon belül hát azért meg lesznek az eszközeink arra, hogy kordába tartsuk őt, és ugye két nappal később a Kristály éjszakán azonnal fel is rúgta a szabályokat. Erre mondta később a Karl Popper, hogy hol van a szabadságnak a határa, a demokrácia meg a szólásszabadság meddig terjedhet, és ez például nagyon aktuális manapság az iszlámmal és az iszlám szokások Európába meg Amerikába való terjedésével kapcsolatban, hogy meddig kell tolerálnunk a más gondolkodásúakat, és a Popper egyébként odáig jutott el, hogy addig kell tolerálnunk, amíg a demokráciának a kereteit, szóval a meglévő rendszereinknek a kereteit nem próbálják áthúzni és kifeszíteni és össze. Uh-huh. Szóval megvan a másiknak a joga a másképp gondolkodásra, megvan a más szokásokra, vallásra, stb., de a végletekig nem tolerálhatjuk az eszméket, ha azok már magukat, ezeket a kereteket veszélyeztetik, mint ahogy Hitlernél láttuk, hogy azonnal keresztül lépte, mihelyest lehetősége volt rá. Szóval itt a finom különbségtétel az elfogadás, a másiknak az elfogadása és a saját magunk védelme. És akkor visszakanyarodva a második alapítványhoz. Mert kiállítja meg az összvért, uh-huh. egy olyan konstrukció, ami szintén ezt a fajta befolyásolást, ezt még nagyobb léptékben tudja megvalósítani. Aha. Hát ez nagyon érdekes egyébként, hogy az összvér című rész elején a második alapítványnak a szerepében egy pillanatra megjelenik egy a menedéknek a világa. És ott ki is van hangsúlyozva, hogy ez a proletáriátusnak a helye egyébként. Tehát, hogy az is megvan. Azonban a későbbiekben az egészet áttolja, tehát egy pár év eltelt, valószínűleg nem pozitívan alakultak, ugye ott a hidegháború környéke elkezdődött, stb. Tehát hidegháború környékén járó. Hát 50-re már beindult és a hogy, addigra már a világos lett, hogy a kommunizmus az nem egy, valamis a megvalósulása az nem üdvös, mint aminek ez sokan gondolták. Hozzá lehet tenni, hogy 48-ban jelent meg a Orwellnek az 1984 című műve, szóval akkor már ez beindult, és az értelmiség körébe, bár ugye nagy számba a nyugati értelmiség körébe sokan a szocializmussal rokon számvesztek, és akkor már kezdtek azok a jelek, bizonyítékok föltűnni, hogy azért annak van ára, ami történik. Tehát emlékeim szerint a 45
elejét, a tavaszán írta meg ennek az alapítványos birodalomnak az első részét, és 45. augusztus a környékére lett kész a második résszel, ami az Összvér címet kapta, és ebben van ez a menedék. Azonban a következő, tehát utána elindultak ugye az események, és a következő könyvben pedig már áttolódott ez az egész, a második alapítvány című könyvben, az pedig már áttolódott egy más környezetbe. Hát kérdés az, hogy ez a Trantor, ez hol van? Tehát hogyha a Trantor, hogyha megnézzük, akkor itt lehet látni, hogy többfajta koncepció keveredik benne. Uh-huh. Tehát egyrészt a Trantor, az nagyon a Trantor az a bolygó, ahol a alapítvány... A birodalomnak a közepe, igen, van, tehát a főirányító központja. Csak ezt tegyük hozzá, aki nem olvasta esetleg, hogy... Egy bolygó, ami teljesen egy város, végülis egy és, bolygót beházol. És gyakorlatilag az ég sosem látszik, csak hogyha külön kimennek a kupola fölé, és ott kint kinéznek. Hát az első képe, az lehet látni, hogy ez a Rómát mintázza, ugyanis tehát olyan sokan voltak, hogy folyamatosan kellett beszállítani az élelmet, tehát ez ugyanez volt ugye, hogy Egyiptomból folyamatosan kellett hajózni az élelmet Rómába, navigare necesse est, ahogy Antonius is mondta, hogy tehát az első az Róma. Azonban, hogyha megnézzük, akkor ez egy birodalom császári, tehát a császári, hiszen óriási kiterjedésű dologról van szó, egy olyan birodalomnak a középpontja, ami esetén többnyire homály van, és eső esik. Tehát ez így elég egyértelműen azonosítható, hogy London, és Londonra hasonlít. Azonban már kezdetben... És a királynő nem feltétlen tudja, hogy mi folyik a végeken. Az alapítvány, igen, az alapítványon, a túlsó, mert az ott a birodalomnak a túlsó szélén van. Egyébként már kezdetben is megjelent ez a tudományos fantasztikus keret, hogy csupa fém dologról van szó, viszont hogyha semmi másra nem gondolunk, csak arra, hogy van egy csupa fém, vas, üveg világ, egy birodalomnak a fő, a legnagyobb városa, akkor pedig már egy későbbiekben áttolódott. Igen, hát akkor inkább New York. Inkább a New Yorkra tolódik. És ugye a neve az, hogy Trantor. És hogy New York mellett New Jersey-nek a fővárosa Trenton. Tehát az, hogy valószínűleg ez a képzet is összekapcsolódott. Ez akkor tényleg? Vagy ez egy utólagos? Ez mindig egy ilyen kérdés szokott lenni, hogy vajon a szerző tudott erről. Uh-huh. Én nagyon röviden úgy lehet elintézni, hogy minél jobb a mű, annál kevésbé tudja, hogy mit írt vele. Aha. Mert hogy tehát az intuícióval egy másik tudatállapotba kapcsol át, és onnantól kezdve már nem ő, tehát nem a, uh-huh. nem a hétköznapi tudatállapota működik, hanem egy más. Én ezt még kiegészíteném azzal, hogy amikor ilyenekre rájövünk, akár mesék, akár versek, akár filmekkel való gondolkodás során, hogy van valami elnevezés, vagy van valami váratlan fordulat, ami a racionalitásunkkal nem teljesen megérthető. Ezek olyan pontok, ami ilyen segéd... Kapaszkodókat ad, hogy ott belemenjünk a történetbe. És azzal, hogyha megtaláljuk azt, hogy ez a Trantor az lehet a Trenton, azzal nem lebontjuk róla ezt a misztikát, és nem arról van szó, hogy ettől már nem válik izgalmassá az egész, hanem ha megértjük, hogy akár a saját életünkben is vannak ilyen nyilvánvaló hatások, hogy azért szeretem a, mit tudom én, kakaót, mert az arra emlékeztet, hogy édesanyám mit adott nekem gyerekkoromban, ezzel pont, hogy valamelyest tudatosabbá tehetjük, és a igen, saját életünkbe, így van, a saját életünkben lévő értelmetlen dolgokat is ilyen módon elkezdhetjük föl értelmetlenek látszó. Látszó egy dolgokat föl göngyölíteni. Szóval nem arról van szó, hogy most ezzel levonjuk az értelmezési lehetőségeket, vagy leegyszerűsítjük, és leradokáljuk, és lehúzzuk a nagy alkotást, hanem pont azt akarjuk, hogy ilyen kis érdekes momentumokkal is még sokkal életszerűbbé, és közel tudjuk hozni az életünkhöz, pedig ez
bolygókon játszódik, hát én még nem voltam, nem tudom, hogy ti voltatok-e, bár ugye igen, a tibetiek meg sok hagyomány szerint azért lehet utazgatni, és igen, utazgatnak is. Én még ezt nem tapasztaltam, de hogy mégis ilyen módon elkezd a saját életünkről is szólni, hogyha látjuk azt, hogy ilyen egyezéseket tudunk találni, látjuk azt, hogy az akkori helyzetből kiindulva ez az összfér, meg ezek a birodalmak, de ugye mostani aktualizált helyzetre áttéve, ugye hogy változik és miként változik az Amerika helyzete a világunkba, hogyan változik az EU-nak a szerepe, ami ugye nagyon sok kérdést felvet, és nagyon sokan sajnos eléggé érzelemmel telítetten, és nem a észérveket és a megoldási lehetőségeket keresve pró és kontra beszélnek róla, és lám van egy ilyen történet, ami megmutatja ebből a szempontból, egy picit fölül is tudunk emelkedni ennek a műnek a segítségével, vagy ilyen műveknek a segítségével az aktuális dolgokon, hogy ezek már megtörténtek. És lehet, hogy lesz összeomlás, reméljük, hogy nem 30 ezer évig, de hogy lehet valami megoldás, hogy ez a, ha nem tanulunk a történelemből, akkor megtörténnek velünk ugyanazok a dolgok, és ezért érdemes ezekkel ilyen szempontból is foglalkozni, hiszen egy távoli csillagokon játszódó történet, egy ilyen, ahogyan mostani szójárás, hétköznapi szójárás mondja, egy ilyen mesehabbal, hirtelen mégis elkezd az akkori helyzetről, és ráadásul valahogy az is, történelem ismétli magát a mostani helyzetről szólni. Tehát ez nem egy galaktikus birodalomnak a története, ez a mi emberi rendszerünknek a hanyatlása és a bukása, amit most élünk át, és a Közel-Kelet, Afrika, igen, stb., mert a Harry Seldon terv nem működött. Uh-huh. Tehát az az alapítvány, amit részben technológiára építettek föl, részben pedig gyakorlatilag egy mechanikus világképre, ami a politikához is, tehát ez a politikai hozzáállást is jelzi, az sajnos nem tudott megnyugtató megoldást tenni erre. Mm-hmm. És egyébként érdekes, hogy a vége felé elfordítja ezt a, tehát a menedék világa helyett, átkerül egy egészen más helyre ez a második alapítvány, és hogy hát kik ezek akik ott vannak, ki ez a titokzatos háttérhatalom, akik legyőzik az összfért valójában, már a második alapítvány című könyvben. Uh-huh. És azt mondja, hogy egyrészt az embereknél nagyságrendekkel, nagyobb szellemi erővel rendelkeznek. A második alapítvány. Rejtőzködnek, tudnak a gondolatokban olvasni, a Seldon tervet, mint az abszolút jóra való törekvést képviselik, sugallatokkal irányítanak egyes embereket, és a legváratlanabb emberekben testesülnek meg. Hát most ezt a középkorba kik lettek volna ezek? Hát szabad istenek, nem angyalok, szabad. Angyalok. Jó, igen, legyen, igen. Tehát az, hogy te teljesen közvetve jelennek meg, bizonyos emberekben megtestes, ott csinál valamit. Egyébként egy farmer, tehát az egyik könyvnek a végén ugye ott megjelenik ez a farmer család, de ott hirtelen ő egy a második alapítványnak a céljaiként operál. Tehát egy nagyon érdekes, hogy a vége felé, és ez már az 50-es években volt, tehát elviszi erről az egészről, mert azt látja, hogy az a bizonyos menedék, ami ott a túloldalon lenne, az se igazán működhet. Megoldás, az se feltétlenül működhet. És épp ezért érdekes egyébként, hogy végig gondolni, hogy akkor mi lehetett a pszichohistória. Mi a Seldon terv? Mi a Seldon terv? Ugyanis a Seldon tervről sokkal többet tudunk, hogy mi nem az. Tehát az, hogy azt tudjuk, hogy mikor nem működik. Tehát, hogyha tudnák a Seldon tervet, ezért akkor az már módosítaná annyira a működést, hogy az nem működne. Ugye ez meg elvezethet a kvantumfizikához egyrészt, meg elvezet ahhoz, hogy van-e objektív valóság, és mi az, hogy én, mint megfigyelő, ugye ezzel is a buddhizmus meg a tudatkutatás foglalkozik, hogy mennyire válok a rendszernek a részévé, és mennyire változtatom meg magát a kísérletet azzal, hogy megfigyelem. Nem csak ez, hanem az, hogy kérdés az, hogy mikor tudok egy látszólag lényegtelennek tűnő behatással, egy alapítványnak elhelyezése, akik ott enciklopédiát fognak írni, stb., egy látszólag lényegtelennek tűnő hatással elérni gyökeres változást. Uh-huh. Ez pedig a pillangóhatáshoz vezet el. A pillangóhatás az alapvetően kaotikus rendszerekben működik, tehát a kaotikus
rendszerekben autokatalitikus, tehát öngerjesztő folyamatok indulhatnak el, és ez a minimális erőhöz képest is egymást így felerősíthetik, mint a dominó, ahogy a dominók elborulnak, egész addig, hogy valami lavina történik szó szerint a végén. Csak hogy ez gyakorlatilag a pszichohistória, az nagyon közel van a pillangó hatáshoz. Csak hogy azt jóval több mint 20 évvel később fogalmazta meg Lorenz, 63-ban, tehát ezt 42-ben írta az egyébként 20-as éveinek elején járó Asimov. Tehát ez érdemes azon is, azt is végig gondolni, hogy ez egy fiatal, egy fiatal ember volt, aki... A pszichohistória szót is ő teremtette egyébként, meg még egy érdekes dolog, hogy ő írta le először a robotika szót, amit ő egyébként nem vallott magáénak, amikor később mondták, hogy de hát robot volt, de robotika, ez a tudományág, aki a robotokkal foglalkozik, ezt te írtad le, és akkor így nézett meglepődve, hogy de hát ő úgy írta le, hogy az a tika, ez a képző szó, ő azt hitte, hogy ez a szó már létezik. Aha. Szóval nem is volt tudatában, hogy ő egy új dolgot hozott létre. Tehát utána ugye hát nem nagyon terjedtek el kezdetben ezek az írásai, és később egy másik kiadóhoz került át a igen, jog. Egy kis kiadóhoz került, aki nem nagyon tudta promotálni. És azt hiszem, hogy 15 évvel később, ezt nem tudom pontosan mikor, megkerestek egy kiadót, hogy spanyolra lefordítanák, és az Asimov azt mondta, egyrészt nem is érdekelte ez, mert őt lezárta magába, keresett talán 3000 dollárt vele egyébként, szépen keresett a magából a novellákból, amikor kiadták, de a könyvből nem nagyon keresett, és mondta, hogy hát őt nem nagyon érdekli, mert neki ebből nincsen bevétele, az a kiadó nem jól sáfárkodott ezzel a regénnyel, és ez a másik kiadó, aminek most nem tudom a nevét, annyira fölhúzta magát, hogy de hát ez többet érdemel, és azért, hogy lefordítassák, megvette a jogokat, elkezdte promotálni, és akkor kezdett el az ismertsége növekedni. Szóval már maga ez a sztori is érdekes, hogy ő se foglalkozott vele, ő lezárta magába ezeket a történeteket, és mások meglátták ezt a érdekességet benne, és két évtizeddel később került megint felszínre, és egyébként odáig eljutott, ez egy nagyon érdekes adalék szintén, hogy hirtelen nem tudom, hogy milyen, van egy szervezet, aki azt gyűjti össze, vagy elemezgették, hogy kik a leginkább legtöbb ször és legtöbb nyelvre lefordított szerzők, és minden idők 24. leggyakrabban lefordított szerzője Asimov a könyveivel. Tehát az történt, ugye, hogy a 60-as években új kiadó vette át a jogokat, és egy pár év után rendkívül népszerűvé váltak ezek a könyvek, tehát akkor kezdődött el a népszerűsége, és a 66-ban ez a trilógia megnyerte a Hugo-díjat. Mm-hmm. Tehát a minden idők legjobb sorozata kategóriában nyert. És hosszú évekig unszolták Asimovot, hogy csinálja meg a folytatást, és végül 81 közepétől, tehát immár 61 évesen folytatta a történetet. Uh-huh. Tehát akkor kezdte az alapítvány peremével, utána az alapítvány és földdel, ami a negyedik és ötödik rész, és utána később írta a két előzményt, annak mondta nevét. Hát az alapítvány előtt, magyarul, illetve az előjáték az alapítványhoz, ez azért érdekes, mert a Prelude to the Foundation az elsőnek a cím, és az pont az előjáték lenne, tehát úgy, hogy hamarabb jelent meg a könyv, tehát a fordító egy olyan címet választott, amit utána Asimov a záró részhez választott. De hogy mi történik itt, tehát van két folytatásunk, illetve két előzmény könyvünk, hogy mi történik a folytatásban, tehát mi is valójában a Seldon terv, hogyha végig gondoljuk. Valójában semmi. Tehát a Seldon terv az valójában egy önbeteljesítő jóslat. Aha. Tehát az, hogy létrehoznak egy alapítványt, és azt mondják, hogy figyeljetek, ti majd képesek lesztek, mert semmi más nem lehet tudni az egészről, és hogyha egy kicsit ilyen nyelvotlással olvassuk ki a Seldont, hogy self-done, ami magát meg fogja csinálni, ez gyakorlatilag itt egy olyan tervről van szó, mert hogy az, hogy ti képesek lesztek 1000 év alatt a második birodalmat, egy stabilitást visszahozni, és a könyvnek a lábjegyzetéből láthattuk, hogy
az 1000 évet túlélték, még egy pár évvel, és hogy valószínűleg működnek, hiszen az enciklopédiát, az enciklopédia kiadásra került, és ez, hogy ez olyan módon tudta vezetni az alapítványnak a résztvevőit, hogy egy ideig el is tudtak ezen indulni, ezen az úton. Azonban, amikor találkoztak a második alapítvánnyal, akkor nagyon féltek attól, hogy majd az ő alapvetően politizálásra, illetve technológiára épülő hatalmukat, azt majd a második alapítvány fogja majd átvenni. Tehát, hogy ő akaratát kell követniük. Ezért megpróbálták kiírtani gyakorlatilag a második alapítványt, és a trilógiának a végén, ott az eredeti trilógia végén, ott valójában egy páran feláldozzák magukat, hogy azt higgye az első alapítvány, hogy nincs már második alapítvány. És a második alapítvány az ott dolgozik a háttérben, tehát ott munkálkodik. A háttérben, a galaxis másik végén, és ugye kiderül, hogy hát itt többfajta tehát többfajta ötlet van arra vonatkozva, hogy hol lehet ez a másik vége, a galaxis másik végén, vagy stb. És végül, hogy mivel az alapítvány ez a peremen volt, ez de a Trantoron van ez a... Hát szerintem belefér, mert végül is... Mert mindenki olvashatta. Igen, tehát hogy volt idő is ezeket elolvasni. De aki nem olvasta, azt hangsúlyozzuk, igen, hogy olvassa el. Még aki meg még egyszer, aki meg már olvast, az még egyszer. Meg amiket most így elmondunk, igazából csak akkor válik a maga teljességében érthetővé, hogy az ember ezt így végigolvassa szerintem, tehát önmagában ezek a kis spoilerek, ezek szerintem nem olyan nagy bűnök. Hát meg szerintem maga amilyen módszereket leír, vagy amiket így végigkövet gondolatba, azok nagyon érdekesek. Tehát, ahogy mondtam, hogy Asimov az a mi földünkért aggódott. Uh-huh. Az emberiség hagyatlása és bukásáról gondolkodott, uh-huh, hogy mi lehet a megoldás. És ugyanis a folytatásban a második alapítványon ott foglalkoznak a pszichohistóriával, és próbálják nézni, hogy mi is és hogyan is történne, és rájönnek arra, hogy ez nem működhetne. Tehát a Harry Seldon terve az valójában nem kellene, hogy ezt eredményezze, tehát nem olyan nagy a hiba határ már ennyi éven belül, aha, hogy ahogy ők is matematikus módon fogtak, vagy nézték ezeket a különböző képleteket, amiket itt leír Asimov, vagy amire utal így Asimov, és ez, hogy valójában ez nem működhetne. Ez azt jelenti, hogy valaki, egy valamilyen hatalom a Harry Seldon tervet fönntartja. Aha. És az alapítvány pereme az ennek a nyomozása után indul. Ugye erről szól, hogy megbíznak egy olyan férfit, a Golan Trevize. Trevize, jó. Tehát, hogy szerintem Wise az lehet, hogy mert hogy a Tre az... Tehát azt lehet tudni, hogy Asimov azt tudott franciául, a Tre az a nagyon, igen, a Wise az, igen, meg mondjuk bölcs, stb. Tehát, hogy egy olyan férfit bíznak meg, akiről azt mondják, hogy ő hiányos adatok alapján is jó következtetésre tud jutni. Tehát valahogy ki tudja egészíteni az adatokat, hogy megfelelő módon következtet. És hogy valójában a neki megfelelő bolygóra jut el, ez a Gája. Ez azért érdekes, Gája ugye az ógörög földistennőnek a neve volt, és ezen a bolygón itt gyakorlatilag egy bolygószintű tudatosság van, és minden emberi lény ezt, tehát ezzel egységben működik, és nagyon érdekes, hogy az Összvért is innen származtatja, uh-huh, erről a bolygóról, hogy innen elszökött, és ezeket a különleges képességeit onnan, uh-huh, használja. Tehát olyan, mintha egy picit az eredethez kellene visszatérni, uh-huh, azt mondaná, hogy valahogy, igen, mondjuk ide az Európa felé, vagy valami ilyesmi, tehát valami hagyomány jellegű felé, de mindenképpen az a lényeg, hogy egységben kellene, tehát az egész Földnek egységben kellene működni. Hát ugye a Gaia elmélet az a Lovelock nevéhez fűződik, ő a 70-es években publikálta ezeket a nézeteket, és 79-ben jelentette meg könyvformába, tehát Asimov erről tudhatott, erről a dologról, tehát itt már ezt felhasználta, ezt az elméletet. És utána... Ugye ez nagyon-nagyon röviden arról szól, hogy
itt is az embereknek, meg az élő szervezeteknek, meg az élettelen anyagnak, ami a Földön látható, ezt a Gaia elmélet úgy látja, hogy ezek egy ilyen egységet alkotnak, és van hatásuk rá egymásra, és hogy ez egy nagyon kényes egyensúly, és ebben benne vannak a kövek, a szervetlen vegyületek, minden, és hogy ilyen szempontból nem véletlen, ahogy kialakult, és ez pont a egyrészt, másrészt meg a emberiség részéről elég nagy tudatosság kell, és itt már az emberiséget való aggódás, hogy háborítatlanul ezt az egyensúlyt, ezt nem boríthatjuk föl, vagy ha fölborítjuk, akkor meg lesznek a következményei. Uh-huh. Szóval egyfajta, most ez az én átfogalmazásom, lehet, hogy rosszul mondom, de ez egyfajta számomra egy kicsit egy ilyen panteista, egy ilyen mindenben lévő Istent, ez mondom az én megfogalmazásom, egy ilyen világképnek a kialakítása, és én ezt ilyen pozitív értelemben használom most ezt a kitérőt, hogy a Gaiára úgy kell tekinteni, itt a mi szerepünket, lásd ugye klímaváltozás, ami szerencsére most Trump betiltott, úgyhogy nincsen többet, hogy a saját felelősségünket megvizsgálva, és nagyon tudatosan létezve, és a környezetünket olyan módon alakítva, vagy befolyásoljuk, hogy ez ne bomoljon föl, vagy boruljon el. Mm-hmm. Tehát a Gaia elmélet az valójában a pillangó hatásnak az ellentéte. Ugyanis a pillangó hatásnál, amikor már megfogalmazták, már akkor föltették ezt a kérdést, hogy de hát, hogyha egy pillangó száncsapása a Föld másik felén egy orkánt idézhetne elő, akkor mondjuk egy sasnak a száncsapása az egész Földet romba dönthetné. Tehát innen már észre lehetett venni, hogy van valami stabilitásra törekvő erő. Tehát pont ez volt a kérdés, és hogy hát a Gaia elmélet szerint a Föld minden élő és élettelen eleme összefügg, és egységesen homeosztatikus, vagyis egy alapállapotot fenntartó, stabilizáló működést mutat. Ezért egységében is élő szervezetnek tekinthető. Tehát ez nagyon nagy kérdés, hogy rendben van, hogy a Seldon féle hatással, ott egy kicsi hatással, egy kaotikus rendszerben nagy változást tudott elérni, de mi van az összvérnek a hatásával? Mm-hmm. Egy kis hatás, az lerombolhatja az egész világot, és valójában ez az egységben gondolta, és hogy a fő kérdés az, itt hogy ez a Gaia, ez galaxiává fejlődhet-e, tehát hogy betársul-e mindenki ebbe a tudatba, uh-huh. ugyanis egy külső fenyegetettség, egy másik galaxisból, stb. Tehát külső fenyegetettségnek csak egy ilyen egység tud ellentállni. Ez ugye, ezt mindenütt lehet látni, amikor széttöredezett, mondjuk akár az ókorban széttöredezett etruszk városállamok próbáltak a Róma ellen állni, ami egységében lépett föl, tehát ez nem ment. Tehát ez volt az utótörténeteknek a tanulsága egyébként, és utána hát egy ilyen legenda szerint, vagy ez nem tudom, hogy mennyire igaz, de Asimov felesége szerint ezután nem tudta Asimov, hogy pontosan merre futtassa ki a történetet, hogy mi lehetne ezután, és ezért az előzményeket kezdte elírni. És így született meg az alapítvány előtt magyarul, tehát ez 88-ban, és itt az az érdekes, hogy az alapítvány előtt az hamarabb már... 82 körül szerintem. Az alapítvány előtt... Mindjárt, az alapítvány mindjárt. Pereme 82 volt. Így van, tehát így van. Ez 88. Ja, az bocsánat, oké. Okay. És hogy itt az az érdekes, hogy e körül jelent meg a hajnalbolygó robotjai, illetve a robotok és birodalom. Uh-huh. Tehát összefuttatta a robotok, illetve az alapítványi szálat. Uh-huh. Két fő téma. Ezt a két fő témát. Mert amikor a másikat is, hogy egy robot az partnernek tudott tekinteni, akkor kérdés az, hogy egy követ, mondjuk ez milyen módon. Tehát az Gaia az ugyanebbe az irányba halad el, hogy minden létezővel milyen módon válasz valamilyen módon egységet, vagy tekinted egy egységnek magadat. Ugye sokan ezt például a műveinél érdekességként jegyzik meg, az ilyen írói díszítő elemek hiánya
mellett, hogy például az eredeti trilógiába, akár az akkori sci-fikkel összehasonlítva, akik minden, akár a Vernéhez visszautalhatunk, és mindenféle ilyen technikai tárgyakat vizionáltak, hogy mit tudnak, meg hogy tudnak, és ő nem foglalkozott azzal, például az eredeti trilógiában, amikor az űrhajó is csak annyiban jelent meg, hogy az egyik bolygóról a másikra eljutni, de amikor ki kellett számolni az útirányt, akkor előkapta a logarlécét és a táblázatokat, ez mostani szemmel olvasva kicsit vicces, és úgy számolta ki, és jutott el máshova, és majd a 80-as évek elején, amikor a peremben már ott megjelennek a számítógépek, és ott már az intelligens robotok, ugye a másik univerzumából szépen kezdi becsatolni. Szóval ezt is ilyen összefüggésébe kell látni, hogy őt mindig az alapproblémák, vagy a kérdések, és az emberiséggel kapcsolatos, vagy az emberiség jövőjével kapcsolatos kérdések érdekelték, és ezek a technikai eszközök számára csak ilyen eszközök, vagy háttér volt, és kevésbé lényeges eleme, mert nem ez volt számára a igazán lényeges kérdés. De te kigyűjtötted a robotika három alapelvét, hogy ezt elmondod? Még egy kicsit visszacsatolva az alapítvány részhez, és már nem tudom, hogy miket akarsz még mondani, nagyon érdekes, összegyűjtöttem néhány hatást, néhány olyan embert, akik emlegetik ezt az alapítvány és birodalmat, egy kettőt, hármat sorolok föl, például az Elon Musk, aki most a Marsra akar juttatni embereket néhány éven belül, illetve ilyen szuperalagutatás, és a Teslának ugye a vezetője, nagyon sokat lehet mostanában hallani. Ő például több cikkben is egyértelműen megnevezte a ennek a regénynek, vagy regény ciklusnak a hatását az életére, hogy mennyire inspirálta őt, de például 2008-ban egy Paul Krugman nevű közgazdász kapott közgazdasági Nobel-díjat, és ő is mondta, hogy nagy hatással volt rá, és a kutatásaira részben ihlető szolgált, de ami még érdekesebb, ha jól olvasom, egy Seligman nevű pszichológus, ennek egy kicsit utána kellene nézni, mert ez nagyon érdekes dolog. Részben ezeket az elveket felhasználva, ő is ugye próbált nagy tömegek viselkedését pszichológiai oldalról megközelíteni, és ő sikeresen megjósolta az 1988-as amerikai elnökválasztást, akkor nyert a fiatalabb Bush. Uh-huh. És elég szoros volt a... Bush, 88-as akkor. Akkor bocsánat, az idősebb Bush, a demokrata riválisa ellenében. Nagyon picinen, néhány százalékon múlott, mint ahogy sokszor, és ő sikeresen részben ezeket, vagy ebből kiindulva, amit dolgozott, amiket kidolgozott, sikeresen megbecsülte, hogy arra fog hajolni az egész. És ahogy már többször is a beszélgetésünk folyamán szó volt arról, hogy ez a két világ hogyan ért össze, és igazából a robotok egy aspektusból hogyan látják szóval milyen problémákat vet föl, vagy milyen kérdéseket vet föl. Amit nagyon-nagyon sokszor idéznek tőle, ugye ez a robotika három törvénye, ami egyébként a műveibe szép lassan jelent meg, és a Campbell-lel, a irodalmi mentorával együtt fogalmazták meg azt a három törvényt, hogy ha a robotokkal együtt akarunk élni, és hogyha ilyen segítő, vagy valamilyen szimbiózis fele hajló kapcsolatba kerülünk velük, és nem a gonoszt látjuk bennük, akkor milyen elveket betartva érhető el a békés egymás mellett élés, és ezt úgy szokták, vagy úgy írták le, hogy az első törvény az, hogy a robotnak nem szabad kárt okoznia az emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármiben kárt szenvedjen. A második szabály az, hogy a robot engedelmeskedé tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezen utasítások az első törvény előírásába ütköznének. És a harmadik törvény
az, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy a második törvény bármelyikének előírásaiba. Uh-huh. De ahogy meglettek fogalmazva ezek a kérdések, ő gyakorlatilag az összes szifijét, sőt egyébként krimiket is írt, szifi elemek nélkül, ott is a bizonyos alapelveknek, vagy axiomáknak, ahogy Csaba fogalmazott a lefektetése után, az ebben rejlő ilyen illogikus dolgokat, vagy ami kifeszítik, ugye, hogyha azt nézzük, akkor ezt el lehet a Gödel tételig vezetni, hogy van egy rendszerünk, a rendszernek vannak meghatározó szabályai, és előbb-utóbb olyan problémához, vagy állításhoz, vagy kérdéshez eljutunk, és el is juthatunk, sőt, el is jutunk szükségszerűen, amit már az alaptörvényekből nem lehet levezetni, se eldönteni, hogy jó vagy rossz irányba, és ez a három kérdés, vagy ez a három törvény is csak egy olyan alap arra, hogy ez még látszólag megold valamit, megoldja ezt a lehetséges együttműködést, de vannak olyan kérdések, amiket nem lehet eldönteni ez alapján. Például az első egyik története az arról szól, ha megtalálom gyorsan, a novellának a címét, de közben akkor mondom, és akkor hát, ha megtalálom, az a történet egy bolygón játszódik, és vannak szelén lelőhelyek. És kiküldik az egyik robotot, mert a űrbázisnak a fenntartásához szükség van a szelénre, és kiküldik az egyik robotot, hogy hozzon be, hogy termeljen ki, és hozzon be. És miután 5 órával később se érkezik be, kimennek, és azt látják, hogy a robot a szelén lelőhely előtt áll, és így néz, és így le van bénulva. Uh-huh. És rájönnek arra, hogy ugye a második törvény szerint engedelmeskednie kell az ember utasításainak, feltéve, hogyha nem ember ellen, vagy más emberbe való kárt nem okoz azzal. Ugye itt ennél a parancsnál ez teljesül. De kiderül, hogy a szelén az rossz hatással van a robotra, tehát hiába tartja be a kettőt, és ugye ez ilyen precedenciaként is működik, az első a legfontosabb parancs, a második a második legfontosabb parancs, de az elsőt azt nem tudja felülírni, és a harmadik meg csak ezután következik. Ugye a harmadik az önfenntartást szolgálja, ellenben, mivel a második az erősebb, hogy engedelmeskedni köteles, ezért azáltal is engedelmesnek kellene lennie, hogy önmagába kárt okoz, de akkor megsemmisül, vagy baja lesz. És ezt a novellában egyébként úgy oldják föl, mivel egy ilyen bénult állapotba kerül, hogy a tulajdonosa, a robotnak a gazdája, ugye, aki a parancsot adta a második törvénynek megfelelően, az egy ilyen rosszul létet szimulál, és mivel az emberi élet megmentése az fontosabb a parancsnak, ez a másodiknak, ezért ebből az állapotból úgy kerül ki a robot, hogy megfogja, és akkor elkezdi bevinni. Itt például nem kristálytiszta logika, tehát hogy nem világos, hogy miért nem engedelmeskedik akkor a második törvény szerint az utasításnak, miért jön be egyáltalán a harmadik törvény a képbe. A novellát el kellene még egyszer olvasni, de ugye itt csak arra az ellentmondásra mutatott rá Asimov, hogy a második törvény a saját épsége megőrzését felülírja. És egy ilyen parancsnál, ami nyilván nem azt szolgálja, már ebből a helyzetből is egy ilyen ellentmondás adódik. És mivel az eredeti parancs erős, így, és ebbe a kataton állapotba került a robot, uh-huh. egy ilyen irányíthatatlan állapotba került a robot, valószínűleg ezért nem lehetett kivenni az egészből. Tehát ez a három szabály hiába tűnik következetesnek, már ebből is nagyon sok ellenmondás adódik a szabályok között lévőek. Akkor és azt itt egy kicsit, hogy ő egy kicsit képlékenyen értelmezi a szabályokat? Tehát, hogy Asimovnál a robotika szabályai azok nem olyan egyszerűek, mint ahogy mi azt így 1-2-3
elmondjuk, hanem ez mindig egy morális játéknak a szinte? Vannak olyan vélemények, hogy ez egy pici átalakítással teljesen emberi etikának megfelelő kérdéseket szimulál le szintén. Mivel, hogyha az elsőt nézzük, akkor alapvetően mondjuk vészhelyzeteket, meg bizonyos ilyen szélsőséges szituációkat leszámítva, alapvetően egymásnak igyekszünk nem kárt okozni. Szóval ember-embernek háborúkat, meg ilyen nagyon erős hatásokat leszámítva, azért alapvetően ez megvan az emberekben. A második törvényt azt át lehet úgy fogalmazni, hogyha van egy számunkra tisztelt státuszú, vagy a társadalomba egy erős státusz betöltő ember, mondjuk egy orvos, egy tanár, egy megbecsült köztiszteletben lévő ember, akkor az ő véleményét, parancsait, kéréseit azért elkezdjük követni, vagy megpróbáljuk teljesíteni. És a harmadik, hogy önmagunkat próbáljuk megvédeni, de ebből a háromból egyrészt a rossz indulatot, másrészt tényleg a határhelyzeteket, amikor ugye ezek a törvények nem működnek, vagy nem úgy működnek, és akkor még tényleg a tiszta, a szabad akaratról, a tiszta szándékról nem is beszélünk. Uh-huh. Szóval ez a három, ami alapvetően az emberek motivációjára is átalakítható, vagy áthúzható, ebből is egy csomó etikai probléma létezik, és akkor erről szintén aha, órákat tudnánk. Ezek a robotok, teljesen emberszerűek. Az önfenntartás ugyanolyan fontos, vagy legalábbis hasonlóképpen, mint hogy az embernél is. És később ezért egészítették ki. Egyébként más írók is foglalkoztak ezzel, ugye az Asimov hatása után, és akkor ilyen negyedik, ötödik, x-edik törvényeket is csináltak, vagy próbáltak különböző sztorikba vizsgálgatni, hogy akkor ezek kiegészítve jobban működik-e, vagy mit okoz, és a későbbiekben ezt lehet, hogy Csaba pontosabban tudja, hogy hol, egy nulladik törvényt is leírta az Asimov. A nulladikkal azt fejezte ki, hogy az elsőt megelőző törvény, egy ilyen erősebb hatású törvény, ami még az elsőt is megelőzi, ami egyébként itt már a kérdésfeltevés, vagy a szituáció az előbb elmondottakhoz képest az összfér alakjával, meg az összfér problematikájával szépen meg is jelenik, az meg az, hogy attól okozhat-e emberi lénybe egy robot kárt, ha ezzel az emberiség javát, azaz más embereket megvéd. Ez pontosan úgy van leírva, hogy a robotnak nem szabad kárt okoznia az emberiségben, vagy tétlenül tűrnie, hogy az emberiség bármilyen kárt szenvedjen. És akkor itt meg már nagyon... Tehát hol a határa az embernek, tehát hogy lehet a kettő dolgot összemérni egymásra. Igen. Tehát ebben ez van egy nagyon érdekes, ez az egész Én a robot című könyv, mert hogy gyakorlatilag ezeket a kérdéseket, ahogy te is mondtad, hogy önfenntartás a másikkal való együttműködés és tovább, vagy másiknak nem ártás, ezeket szinte ilyen laboratóriumi tisztaságúvá lecsupaszítja, és így lehet vizsgálni, hogy akkor most az ellenmondaná, hát most ott lehet, hogy egy szelenium darabnak a behozásáról van szó, de a háttérben ott nagyon hasonló problémák lehetnek. Uh-huh. Tehát ezt a nulladikot... Ugye ez az egyén érdeke kontra a faj érdeke, és a biológiában egy szántalom problémát lehet ezzel látni, hogy látszólag például az önfeláldozás, amit a Wallenbergtet, meg akár 56-os hősöket is, amit általában hősöknek nevezünk, ugye az egyén szempontjából irracionálisan cselekszik. Másokért veszélyezteti az életét, másokért feláldozza, és mégis az emberbe megjelenik egy olyan motiváció, egy olyan szándék, amit racionális módon nem tudunk megmagyarázni. Szóval ezek igenis nagyon emberi kérdéseket és problémákat vetnek föl, hogy én azáltal, hogy föláldozom a saját magam szempontjából, ugye ez nem logikus lépés, hogy veszélybe keverem magamat, és lehet, hogy meghalok, de ezzel másokat megmentek. Vagy akár a anyának, vagy a szülőknek a gyerekek iránti ilyen védelmét is lehet mondani, meg a biológiából, amikor van egy hal, hogy nevezik ezt, nem boly, hanem hal
Raj. Ha raj, és ott is megvan, vagy a farkasoknál is megvan az, hogy van egy falka, jön egy külső támadás, és akkor 3-4 kiúszik, úgymond föláldozza magát, ellenben a többi közben el tud menekülni. Uh-huh. És akkor ezáltal, hogy ez egyébként is ugye a robotos történetekben nagyon érdekes, akár buddhizmus szempontjából is vizsgálható dolog, hogy mi a tudat, mi a tudatosság, hol van az emberinek és a nem emberinek a határa, ami nagyon szépen megjelenik az előző adásunkba beszélt szárnyas fejvadász történetbe is, meg ugye teszem hozzá a Ödipusz történetbe, ott is az arról szólhat, a 2001 néhány száz éves történet, hogy hol van a saját fajunknak, a saját családunknak a határa, és hol lépjük át ezt a határvonalat, meg meddig védhetjük meg. És így visszajutunk oda, ezek nagyon is emberi problémává és vizsgálandó problémákká válnak innen. Tehát ez a két univerzumnak az összeolvasztása, ez valójában az alapítvány pereme után, és az alapítvány és a Föld előtt történt, tehát ott írta meg ezt a Hajnal bolygó robotjait, és hát itt idézek egy pár részt, ez Hajdu Gábor fordításával olvashatjuk ezt a The Robots of the Dawn. Ha léteznek, ezt az egyik robot mondja a másiknak, hogy ha léteznek robotikai törvények, már pedig léteznek, akkor szükségképpen a humanikának, az emberi gondolkodás tudományának is vannak törvényei. Vajon hány van belőlük, és hogyan írhatók le matematikailag? Erre sajnos nem tudok választ adni. Egy napon talán kidolgozza majd valaki a humanika törvényeit, és akkor nagy vonalakban kibontakozik előttünk a jövő, és sejtések helyett megtudhatjuk, mi vár ránk. Találgatások helyett megtudhatjuk, hogyan tehetjük jobbá dolgainkat. Arról álmodozom, hogy létrejön egy matematikai tudomány, amelyet én pszichohistóriának neveznék. Tehát itt jelenik meg ez az összeolvasztás, tehát valójában nagyon szoros kapcsolat van, és utána egy kicsit ez az egyik robot a forrása, a Giscard ennek a pszichohistória ötletének, és azt mondja, hogy a gondolatolvasás, mert ő képes a gondolatolvasásra a történetben, a gondolatolvasás segített felismernem, hogy míg a robotok a robotika három törvényének engedelmeskednek, az emberi viselkedést is törvények szabályozzák. Ezeknek az ismeretében egyszer talán lehetővé válik a jövő tanulmányozása, mert hamarosan szükség lesz erre a tudományra. Mm-hmm. Tehát ez van az egyik könyve, és a Robotok és a Birodalom című könyve van kidolgozva ez a nulladik törvény, tehát ott jelenik meg ez a nulladik törvény. És a nulladik törvénynek valójában ez a Elijah Bailey, a nyomozó, akinek egy robot volt a társa, mm-hmm. tehát ő a forrása. Ugyanis ő a halálos ágyán ezt mondja az egyik robotnak. Minden egyén munkája hozzájárul a nagy egészhez, és így annak halhatatlan részévé válik. Az emberi életek, az elmúltak, a ma létezők és az ezután keletkezők teljessége bonyolult szövedéket alkot, amely immár sok tízezer éve létezik, egyre bonyolultabbá, és ezáltal egészebben egyre szebbé válik. Az egyén élete csupán egyetlen szál ebben a szövedékben, és ugyan mit számít egy fonal az egészhez képest? Ezért, Daniel, az egész szövetet tartsd a szem előtt, és ne hagyd, hogy valamely magányos szál elterelje a figyelmedet, hiszen olyan sok fonál létezik, és mindegyik értékes, mindegyik beleszövődik az egészbe. Tehát itt van, hogy valójában ő az egész, mm-hmm. tehát ez a férfi, ennek a gondolkodása, a forrása az egész robotvilágnak. És egy szintén az előző, a második alapítványhoz hasonlóan ugyanígy érdemes megnézni, hogy mit képviselnek ezek a robotok, milyenek ezek a robotok. Ők az emberhez képest végtelen ideig élnek, bizonyos szintig az időtlenségben. A képességeik emberfelettiek, tehát ugye a gondolatolvasás, vagy pedig a Seldonnak a felesége a történetben, akiről kiderül, hogy robot, ő neki jóval nagyobb testi ereje van, mint az embereknek. Különösen bizonyos szellemi képességeik nagyobbak. Az emberi érzelmi káoszoktól független felsőbb látásmódot képviselik. Uh-huh.
Tehát egy áttekint, nem az a lényeg, hogy racionális, mert nem az a mechanikus racionalitás, mint amit az első alapítvány képviselt, hanem mindig egy fentebbi, egy áttekintőbb. Igen. És akkor itt lehet mosolyogni, lassan elkezdeni a ateizmusán. És hogy belelátnak az emberbe, mert hogy gondolatolvasásra képesek, ugye? A tényleges minőségüket és szerepüket elrejtik, tehát az, hogy az nem igazán látszik, ők mindig a háttérben vannak. Az emberi formában megjelenve tudnak cselekedni, mert emberi formában látod őket megjelenni. Az emberek jó szándékú tetteit segítik általában észrevehetetlenül, és az összemberiség javát keresik, így valójában a teljességet szolgálják. Uh-huh, tehát akkor igen, végül kik ezek a robotok? Igen, végül is a középkorban ugyanezek a szereplők, ezek angyalokként jelentek volna meg. Hát Asimov az ugye ateista volt, humanistának tartotta magát, tehát ezért ő ilyen módon fogalmazta az egészet. És innentől kezdve, hogy a főszereplőnek, akit a saját alter egójának tartanak a végén a Seldon, ahogy megjelenik egy ilyen öreg emberként az előtörténetekben, hogy a saját feleségének is egy robotot, azaz egy angyalt azonosít. Tehát ez azért szerintem csak becsülhető. És ugye ezt át lehet vezetni, hogy a Mahajánába, illetve később a tibeti buddhizmusba ezek a segítő istenségek, segítő buddha változatok, alakok is elképzelhetjük. Hát rá lehet húzni, igen. Mondjuk hát ő nem... Szóval ezek a minőség. Nem, valószínűleg, de ezek, tehát ugye mind a zsidó vallásban, mind a keresztény vallásban, stb. Tehát ezek sokkal korábbiak, igen. Tehát föltételeznek bizonyos ilyen segítő jellegű erőket. És ez azért érdekes, hogy valójában akkor ez a Seldon féle terv, tehát a pszichohistória az micsoda. Mert hogy még egyszer, tehát Asimov, az emberiséget szerette volna megmenteni, egy kulcsot szeretett volna neki adni, amivel túl tud élni, tehát akár az önmaga őrületét túl tudja élni, és hogy valójában ez a teljesség képviseletét, tehát amikor nem szűk területen gondolkozunk, hanem áttekintően próbálunk gondolkodni, mert ahogy mondta, az élet szövedéke fontosabb egyetlen szálnál. Mm-hmm. Az nem azt jelenti, ott nála az megjelenik a Gája elméletnél, hogy az egyén az nagyon sokszor eltűnik, tehát az nem jó, mert ott az eredetibe, tehát ahogy Béli ott nyilat, vagy ahogy ezt elmondta, ott egy kicsit finomabban van ez megfogalmazva, tehát nem az egyénnek kell eltűnni, de nem szabad az egyént a teljesség elé helyezni olyan módon, hogy mert ezen a gondolkodással a Földnek az elpusztításához vagyunk közel. És ugye nagyon érdekes, hogy milyen hatása van máig a műveinek. Ugye az utóbbi években egyre többet lehet hallani arról, hogy és nem csak a rossz oldalról tekintve, hogy a mesterséges intelligencia milyen módon változtatja meg a tőzsdéket, az orvoslást, és hogy teszi egyre könnyebbé az életünket. Ennek, mint ahogy régen is, most is vannak olyanok, akik propagálják, és úgy látják, hogy ez az irány, ez megállíthatatlan. Többek között az előbb már emlegetett Musk is a veszélyekre hívja fel a figyelmet. Itt például a pont a robotika három törvényéből, vagy több törvényéből kifolyólag érdemes hozzátenni, hogy ha racionálisan nézzük, akkor ez csak egy lehetőség, amit be lehet építeni, de ha, és a Musk is arra hívja fel a figyelmet, hogyha kontrollálatlanul az egész emberiség nem fog össze, és nem hoz valami olyan alapvető törvényeket, amik ezt megakadályozzák, akkor már ma is használják, és nem lehet megtiltani, hogy például a hadsereg használja, mint ahogy robotpilótákat, és olyan fegyvereket használnak, és egyre több van, és azokba természetesen nem építik be ezeket. Szóval nem úgy kell képzelni, hogy ez kötelezően minden eszköznek a sajátja, mint ahogy sajnos már a világtörténelemben többször beigazolódott, például az atomenergiának a használatával is, amit egyébként a békés célú használatát azt az Asimov is támogatta, de ott is nagyon szépen megjelent a tellerék,
ugye mikor rájöttek, hogy ezt be is fogják vetni, akkor rengeteg tudós aláírta azt a levelet, amivel megpróbálták megakadályozni a atombomba ledobását. Szóval ez a kettősség, hogy egyrészt van egy fejlődésbe vetett hit, egy tudományba való hit, de azok bizonyos alapvető normák és szándékok betartása nélkül az a pusztítást fogják szolgálni vagy okozni, és ez a kérdés, ez ma is egyre erősebben, ahogy egyre inkább mondhatjuk, ki vagyunk szolgáltatta a gépeknek, ezeknek az etikai problémáknak a vizsgálata, meg valami közmegegyezés létrehozása, ez egyre fontosabbá válik, és itt is megfigyelhető a műveinek a hatása, hiszen a népszerűségéből adódóan ezt a három alapelvet, meg a kiegészítéseket nagyon-nagyon sokan szokták emlegetni. Rengeteg regényíró használta és gondolta tovább ezeket a elveket, meg az alapítvány sorozatnak is több olyan folytatása van, ami ezt a világot gondolta tovább. Érdekes módon kicsit hasonlóan, mint a Philip K. Dickhez, igazából sok és jó filmes megvalósítása nincsen. Sőt, igazából egyet lehet mondani, a 200 éves embert a Robin Williams főszereplésével, ami itt-ott eltér, de mégis nagyjából az alapelveket, vagy azokat a gondolatokat megjeleníti, ami abban a novellában is megjelent. Van egy Én a robot című könyv, a Will Smith film. Na, annak például azon kívül, hogy ezt emlegetik... Láttam, annak van köze. Nagyon érdekes, mert neki is ugye van egy ilyen novellás kötete, hogy Én a robot, de ez a cím, ez nem az a cím, aha, ugyanis egy másik történetet vettek alapul, aminek szintén ez a címe, és azt kezdték el megvalósítani, és amit ugye Dickkel is sokat csináltak, hogy a Dick novellákkal is sokat csináltak, hogy egy akciódús, pörgős hollywoodi filmet csináltak a ötletekből, és itt abból a másik novellából, ami nem az ő műve, abból kiindulva kezdték el ezt a filmet megcsinálni, a cím is onnan jött, és az ő gondolatait csak a akciójelenetek közötti fűszerezésre használták föl, és két módon, igen, hogy azzal legyen életszerű vagy izgalmasabb a film, és azon kívül, hogy ezt a három törvényt elmondják, még viszonylag az elején, meg a pszichológus nőnek azt a nevet használják, valamit, Judit valami, nem tudom, amit ő használ több novellájába is. Ezen kívül a történethez, meg a fordulatokhoz, magához nincs köze. Többször volt szó arról, hogy régóta tervezik az alapítványt. Az alapítványt, hogy megvalósítsák, az már két vagy három kiadónál is zsákutcába jutott, és most arról van szó, állítólag most talán, ha jól tudom, a egyik komoly ilyen csatornának a hozzájárulásával most talán egy-két éven belül elkezdődik. Aha. Szóval többször sorozatként kidolgozták, és le akarják forgatni. Nagy az egyen belőle, mint a Philip K. Dicknek a Ember a fellegvárban. Általán nem annyira kedvelt Ember a fellegvárban sorozattával, ami szerintem kicsit könnyebb derékba töri az eredeti novella szerint. Hát azt meglátjuk, hogy mennyire fognak eltérni tőle, meg mennyire lesznek hűek hozzá. Rádiójáték már készül, de ugye az egy más műfaj. Az már a 60-as években, ha jól tudom, készült ebből az alapítvány sorozatból. Szóval ez van most csőben, meg ami még egy ilyen népszerű, egyébként egy általam nagyon kedvelt együttes, az Ellen Parsons Project csinált egy iRobot című lemezt, ami az egész lemeznek a szövegei a novellákból inspirálták. De ahogy Dicknél is megfigyelhető, rengeteg olyan film van, aminél a közvetett hatása felfedezhető. Sokan mondják, hogy akár a
Ghost in the Shell második részét, vagy különböző rajzfilmek, rajzfilm sorozatok is oda-oda nyúlnak, és vagy kiutalnak, vagy behúznak egy olyan morális kérdés, vagy problémát, ami egy novellájában megjelenik, de nehéz elképzelni, hogy akár a Matrix, akár a Blade Runner, akár a Ex Machina, ami egy tavaly előtti film, ha jól emlékszem, vagy az AI című film, amit még a Kubrick kezdett el csinálni, ezek ebbe a formába léteztek volna az ő művei és világa nélkül. Igen. És hát ez az egész robot kérdés szerintem, meg a mesterség és intelligencia kérdés különösen hasznos az ember mi voltának a kibővülése szempontjából, ami mostanában egyre komolyabb valóság kezd lenni, bár ő ezzel nem foglalkozott tudomásom szerint, akkoriban ez még nem volt téma, de szerintem az ő utódai, tehát akik rajta nőttek föl, és a mai kor science fiction íróinak már egy állandó témája, hogy meddig ember az ember, és a sok kütyű, amit használunk, az mennyiben módosít minket, és mikor hát meg mosódik össze visszafordíthatatlanul ember, és akkor használjuk ezt a szót, hogy robot közötti, ember és gép közötti természetes és mesterséges intelligencia között a határ. A Kurzweil használta néhány éve azt a szót, hogy transhumán. És ha nézzük, akkor egy kis irónémán mondhatjuk, hogy ez nem egy 30-40 év múlva bekövetkező állapot. Ő egyébként azt írta, egy nagyon érdekes gondolatmenete van, hogy nem érdemes elkülöníteni, és nem úgy kell képzelni a robotokat, meg az embereket, mint két, mondjuk nevezzük fajnak, akik egymás ellen küzdenek, és egymás életét, meg lehetőségeit elveszik, meg elrontják, hanem annyira függünk a gépektől, hát el lehet képzelni, hogy elmenne az áram, 3 napunkban nem tudnánk mit tenni, mert leolvadna a hűtőgépünk, hogy mennyire függünk már most, és egyfajta egy ilyen szimbiózis lesz, van az emberek és a gépek között, és ebből keletkező problémákat kell felismerni és kezelni valahogy, és nem annak a tényén gondolkozni, meg vitatkozni, hogy most lesznek gépek, nem lesznek, milyenek lesznek, mert már most rengeteg géppel külön vagyunk véve, és egyfajta egy ilyen transzhumánná fogunk átalakulni, ami kicsit több, meg másabb is, mint az ember, hiszen a gondolkodásra, a lexikális tudásra, adatfeldolgozás, egy csomó mindenre föl tudjuk használni a gépeket, mint ahogy beülünk a kocsiba, és lemegyünk Szegedre, vagy Debrecenbe, és nem a lóra pattanunk föl. Uh-huh. Így kell képzelni, hogy ezeket a gépeket elkezdjük a saját lehetőségeink kibővítésére. De mint minden eszköz, ennek van árnyoldala, van veszélye is, de van lehetősége is, és az a nagyon Asimovi gondolat, hogy mit kezdünk a gépekkel, és milyen módon viszonyulunk hozzájuk, és milyen módon használjuk fel ezeket az eszközöket, de hogy ilyen nagy szavakat használják, hogy milyen módon működünk mi együtt emberek, hogy ne egymást öljük meg, hanem a fejlődéssel inkább jobbá tegyük a világunkat. Ez egy nagyon Asimovi gondolat. Viszont Asimov még egy egészen más választ ad erre a mostani problémánkra. Nyilván ez nem az ő problémája volt, de hogy ugye nála a gépek, a robotok, arra két verzió létezett a robotkérdés megoldására. A telepesek száműzték a robotokat, a technikát, tehát ők visszamentek a kőkorba, vagy így mondja, újra kezdeni az egészet robotok nélkül. A másik verzió pedig ők voltak a telepesek, és lehet, hogy akkor fölcserélem őket, hogy a másik népcsoport, akik használtak robotokat, és ők jutottak el a hajnal bolygó robotjai állapotába, amikor szinte elnéptelenedtek, és teljesen átalakultak, ugye egy ilyen androgűn formát, vagy létállapotba kerültek, és teljesen a robotok
régebben robotok lakták a bolygót, és egy-egy ilyen emberszerű lény maradt meg, mint vezető. És az Asimovnak az univerzumában ugye egyértelműen a telepesek győzedelem, tehát az a megoldás vett át tehát az győzedelmeskedett végül. Nála a robotokkal való együttélés az olyan formában működött, hogy a robotok rejtve, bújkálva, finoman manipulálva, hát kvázi átlényegülve, ahogy megfejtettem. Hát igen, az ő történésében, az Aurórán, ott egy olyan világ alakult ki, hogy a kényelem miatt, igaz, hogy nagyon hosszú életűek lettek, de gyakorlatilag magányosan éltek, tehát egy páran éltek összesen azon a bolygón, a robotok csináltak mindent, és hogy ez viszont sérülékenyítette őket. Tehát a telepesek lemondtak erről, hogy visszakapják az eredeti erejüket, hiszen pont ez volt, hogy mert az első lépéseknél is ugye az volt a probléma, hogy volt, aki még a csillagos eget se látta, és a csillagos égtől rosszul lett, tehát ezen is túl kellett lépni az acélbarlangokba jelent meg ez. Tehát ezek itt polimorfak, tehát Asimovna ezek a robotok, tehát ugyanaz a jelenség, az nagyon sokfajta dolognak a megjelenítésére alkalmas. Hát az elején ott gyakorlatilag hate crime, szóval, hogy mondjam, gyűlöletbűn. Tehát a legelső történés ebbe a robot esetén, ott az történik, hogy megölnek egy embert, és elkezdenek nyomozni utána. De kiderül, hogy valójában azért ölték meg az embert, mert hogy ő önmagáról készített egy emberszabású robotot, és azt hitték, hogy az a robot, és azt akarták eltüntetni a világból. Tehát innentől nagyon, nagyon érdekes az, hogy azt a valamit, azt egy másik lénynek tartod, vagy ugyanolyan, vagy partnernek tartod, mint ahogy itt a nyomozó a partnerén, tehát szó szerint, ahogy a nyomozás során van, a partnerének tekintette, és hogyha végig gondolod, ez a fajta ember, akit te másnak gondolsz, ez valójában ugyanolyan ember, mint te. Tehát amikor megölöd azt, akit te másnak gondolsz, akkor te valójában ugyanúgy önmagaddal azonos emberi lényt ölsz meg például. Tehát a Asimovnál ez rendkívül polimorf. Tehát egy időben valóban ez oda vezetett, hogy egy ilyen elkényelmesedéshez, és így tovább. Tehát, hogy minden eszköz ugye azt lehet jóra és rosszra is, minden az eszköz, és lehet jóra és rosszra is használni, és hogy hát ő egy ilyenként gondolta a megoldást, hogy nagyon határozottan lemondunk erről a dologról, mert ez a lemondás, ez összességében akkora erőt fog visszaadni, hogy igaz, hogy nem fogunk hosszú életig élni, de a rövid élet és az intenzív szaporodás az végül is a benépesüléséhez vezetett az ő univerzumában, a bolygókhoz. Tehát valamit adtunk, és valamit viszont visszakaptunk. A falnak az érdeke felírja az egyén kényelmét és érdekét végül is. Bizonyos körülmények között igen, de hogy az élete végén már ők nagyon más. Tehát ők, ezek a robotok, ezek ezt az áttekintő gondolkodást és az emberi ösztöni érzelmi viharoktól mentes gondolkodást képesek, tehát egy nagyon nagy áttekintő képességet, részben azért, mert több száz évig élnek például. És hogy az ő céljuk valójában az, hogy a másik ugyanúgy társnak tekintett emberi faj az tudja megtalálni a túlélési lehetőségét, hiszen a Bélinek a halálos ágyán elmondott mondatok alapján azt úgy tovább képvisel, mert hogy az pozitívumot képvisel, ők ezt a pozitívumot és teljességet próbálták képviselni. Tehát ez nagyon vegyes, hogy ott mi és hogyan is jelenik meg a Asimovnál robotként. Hát szerintem mi? Nagyon jól körbejártuk a témát. Ez egy kompakt összefoglalása lehetne szerintem a Asimov világának.
Még, és hát azt tudnánk mondani, hogy olvassatok, olvassanak. Igen, tehát a végén egy könyvajánlót terveztünk, és hát elsősorban Asimovot szerintem érdemes kiolvasni, elejétől a végéig. Aztán meg is lehetne találni, de ezt most már nem kell felsorolnunk, hogy kik azok, akik szorosabban vagy lazábban kapcsolódnak az ő univerzumához, mert gondolom nála is sokan tovább folytatták a szellemi hagyatékot, tovább dolgozták. Legalábbis én emlékszem arra, hogy volt ez a szép, nagy kötetes Asimov sorozat, és akkor abban benne voltak azok a novellák is, amiket nem ő írt, viszont ehhez a, hogy mondjam, világhoz hozzátartoznak. És amit még megemlíthetünk, hogyha még Asimov rajongóknak is lehet, hogy nem találkoztak vele, akik a robotok és az etika témakörében tovább szeretnének kutakodni, egy 2012-ben kiadott, az MIT Press kiadása megjelent hát, tudományos kötet, eszégyűjtemény. Eszégyűjteménynek hívjuk. Robotetika, azaz Robot Ethics című kötet, és ebben található az egész nyilvánvalóan érdekes, de hogy ezeket a kérdéseket járja a buddhizmus szempontjából is érdekes. Na hát most a szavakkal egy kicsit, konkrétan egy tanulmány van benne, amelyik az együttérző mesterséges intelligenciát és az éntelen robotokat járja vizsgálja körül, ennek a témáját járja körül, úgyhogy ezt tudjuk még ajánlani. A buddhizmus fogalmait felhasználva ezt tegyük hozzá. Uh-huh, szóval uh-huh. Több cikk is van benne, ami a robotokkal kapcsolatos etikai kérdéseket járja körbe, mint ahogy most az elmúlt két órában a beszélgetésünkbe érintettük, hogy az ő robot univerzumához hogy kapcsolódik ez, és miért aktuális a mostani életünkbe. Másrészt a faj érdekéből, vagy az, hogy együtt tudjunk működni, akár mi emberek egymással együtt tudjunk működni, ugye az emberi etika is lényeges, és ez a tanulmánykötet ezt próbálja körbejárni, hogy a életünkben elindult változásnak milyen problémái, kérdései és lehetséges megoldásai lehetnek, és ebből az egyik tanulmány, amit tényleg érdemes kiemelni, az kifejezetten a buddhizmus szemszögéből vizsgálja és járja körül ezt a kérdéskört. Az éntelenséget, a együttérzést, a más elmét és a reagálás képességét, ami ugyanúgy emberek egymás közötti viszonyaiban is érdekes. Uh-huh. Úgyhogy ezt tudjuk még ajánlani kitekintőnek. Rendben. Akkor Vég Csabának és Veres Károlynak köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük. Köszönjük a figyelmet. És előre láthatólag sorozatunk harmadik, és eddig úgy tűnik, hogy befejező epizódjában Stanislav Lem munkásságával fogunk megismerkedni, majd kiderül, hogy mikor. Köszönöm szépen! Na hát ez most egy combos. Két óra? Két és negyed óra, hát ebben benne van mondjuk 5 perc szünet, de szép. Igen. Szépen. Elmondtál nagyjából mindent, amit szeretnél? Nagyon elképesztő.